Szeretettel üdvözlök mindenkit a Sons of the Forest Sim játék következő epizódjában, ami elképzelhető, hogy a játék befejező epizódja is lesz egyben. Ott tartottunk legutóbb, hajnali 2 óra 4 perckor, 22-én, most 29-én van, egy hete nem játszottunk vele, hogy megszereztük mind az ásót, mind a shotgunt, a crossbow-t, egy csomó ilyen VIP helyre való kulcskártyákat, és felfedeztünk egy csomó helyet. A következő lokáció helye is megvan valószínűleg, ahol mennünk kell. Az megint valamilyen föld alatti bázis lesz szerintem, amit ki kell ásni. Megöltük Paftonékat, akik mutánsokká alakultak át valami furcsa kísérlet következtében, amit ezen a szigeten zajlik. Ugye nem csak ők alakultak át, hanem az összes ilyen szigeten lévő nyugdíjas és hát egyéb gazdag ember, akik idejöttek a... és aztán elszektásodtak meg minden. Itt volt egy mentési pontunk, miért indultunk meg visszafelé? Valamit csinálni akartunk itt, nem? Lehet aludni? Aludjunk egyet. Az alvás az biztos, hogy jót fog tenni. Ezt le is bontjuk szerintem akkor. C betűvel, igen. Valamiért idejöttünk, nem tudom már, hogy mit kerestünk itt, a shotgun az marhára. Jó szolgálatot tett nekünk, hogy az öreg Paftonékat egyszer és mindenkorra elintézhessük, viszont idelent van még egy-két dolog talán. Crossbow boltokat megnézzük már is, hogy van-e elegendő. Ha nem vehetünk fel többet, tehát akkor ezzel már nem kell foglalkoznunk. Akkor mindenünk megvan és mehetünk is. A szekta is jött ide? Ja igen, igen, igen. A szektások, a titkos kísérletek, a gazdag emberek, a golfklub, a... mindenki idejött erre a szigetre. Az űrhajósok is, az űrhajójukkal ugye, ők is idejöttek. Menjünk innen tovább már is kifelé, szerintem a következő keycard megvan, a következő lokáció. Aha, ide lent nem igazán kapunk ehhez. Ó, na hát, crossbow voltak itt is. Itt voltam úgy más. Egy-két kaja. Ó, ezeket a kis bacon biteket tegyük meg, bár nem tudom, hogy miből van kivágva. A lényeg, hogy szerintem meg vagyunk kb. Mindennel a játékban és mehetünk befejezni. Ebben a végigjátszásban úgy néz ki, hogy nem igazán csináltunk bázist magunknak, de az volt a probléma, hogy pont ránk köszöntött a tél, ugye? Tehát, hogy a játék elején nem akartunk ezzel vesződni, és emiatt ugye most hát bázis nélkül vagyunk, ami... Én nem mondom, hogy kellemetlen, tehát annyira nem érzem ezt problémásnak végül is. De egyértelmű, hogy jó lenne, hogyha lehetne valahová visszavonulni. Az összes kaját itt úgy látom, hogy megszereztük. Üdítő, hogyha lenne egyet innék, de lehet, hogy nem fogunk találni. A DP-t lejjebb veszem. Aha, hogy értelmesebben mozoghassak, és akkor megint tudunk kifele. Szia, streamings, hogy vagy? Mi a helyzet? Jó estét neked. Ez egy barlangból indult. Aha. Ez az L betű, a light, nem az F, hanem az L, és ha itt ki akarnánk, erre megyünk ki. Jaj, mi lesz ebből? Szeva Spectral, szeva Streaming, szia Atemil, Axil mindenkinek, aki ilyen késői órákon fent van, még szombató, vasárnap 0 óra 06 perc van, bocsánat, reggel már is. Mi pedig megindulunk a befejezés irányába a játéknak. Hát nem tudom, hogy lesz ez. Úgy csinálták meg az endgame árát, hogy legyen elég alapanyagot továbbrásolni. Hogy lehet, hogy éjszaka van? Hát hiszen aludtunk odalent. Mennyi az idő? Éjfél van. Barátocskám, ez nem nagyon jó. És akkor ott az M betűs ára, a megnyugvás területei, ott az A betűn, anarchia uralkodik. Hova a francba menjünk innen? Lehet, hogy a sziget másik oldalán találunk. Hát tudod, mit nem találtam meg? A térképet nem találtuk meg. És nem lehet ilyenkor aludni még egyet. Sötétben, éjfélkor kell megindulni, még azért várjál. A robot befejeződött? Igen, teljesen kifulloztuk. Mit jelent a Mario szindróma nálad? Kelvin is itt van valahol a sötétben, de szart nem látunk. Hát akkor... golfkocsival menni? Szevasz Kelvin, nyomod. Lehet, hogy lemegyünk, megpróbálunk még egyszer aludni. Vagy csak... tegyünk le ide. Hát, megpróbálunk egy tarpot lehelyezni ide. Nem jó, hát itt vannak már, hát már... megüt. Hát megüt ez a barom. Húzzunk befele vissza. Ja,
Nem is értem, hogy miért hagyta, hogy aludjunk, hogyha... Vagy azért, mert a karakterünk nagyon fáradt volt, és oda bent tök mindegy, hogy mikor alszik. Most ugye ez nagyon gáz, hogy éjfélre tettük be magunkat, de reggel 6-7-ig azért aludnunk kellene. Ráadásul telekajáltuk magunkat. Vissza kell jönnünk ide. Márjónál volt 3 szint, utána neki befejezni, mindig volt új világ. Hát a Márjónál tudnak ilyet, a Nintendónál ez jellemző. Igen, hogy a bónusz content azt megtolják ezerrel. Itt is volt egy meglepetés, ultra kihívás. Valaki volt a végén, akit nem is ismert, nem engedi, hogy aludjak. Ez baj. Akkor jobban jártunk volna, hogyha visszamennénk erre a mentési pontra és nem aludnánk. Várjál, van egy ötletem. Igen, menjünk vissza. Mert akkor alvás után váltottunk át éjfélre. És akkor nem alszik a karakter, hanem visszamegyünk szimplán. Amúgy sem vettünk bent fel semmit. Tehát visszajövünk ide. És akkor most megnézzük, hogy hány óra van. Mert lehet, hogy még nappal el tudnánk indulni. Nem tudom, hogy mi a következő irány, hogy hova kell menni. Bázisépítésnek nincs értelme, mert ránk köszöntött a tél. És ilyenkor egyszerre rohadt hideg is van, a mutánsok is vernek, a befagyott tavon keresztül közlekednek, meg minden bajuk van. Én emiatt úgy döntöttem, hogy ebben a végigjátszásban felesleges volna, meg amúgy sem a bázisépítésnek a fejlesztéseit akartuk volna megnézni, hanem hogy tartalmilag mi került bele a játékba, és egyébként azért annyira sok minden nem. Tehát én azt látom most ebben a végigjátszásban, hogy nyomjuk, nyomjuk, de ezt már láttuk előzőleg. A Paftonék boss fight-ja is ott volt, és nem tudom, hogy mit kaptunk pluszban ahhoz hozzá, amit már eddig is láthattunk. Talán egy-kettő barlangba, főleg a jégbarlangokba tettek ilyen koporsókat, meg egyebeket, amit ott lehetett látni. 4 vagy 5 nap a tél, akkor lehet, hogy holnap vége is lesz. Most telekajáltuk magunkat. Mindig itt mászunk ki a rossz irányba? Nem, a jó irányba másztunk most ki. Most hány? De a rossz irányba. Bocs, erre megyünk. Hány óra van? Ezt megmutatja? 8 óra 42. Kajak éjfélig aludt a csávó. Ha most úgy döntesz, hogy alvás, akkor éjfélig nyomja. Semmit nem látunk, ne aggódjatok, csak egy denevérek szálltak el. De ez eddig is ilyen hosszú volt, hogy most felfedeztem egy új irányt? Na jó, néha lehet, hogy nem átvilágítani is. Itt feljöttem a múltkor? Na, sötétben hova mentem? Ja, jó, megvan a kijárat, igen. Ilyen hamar lemennek az évszakok, 4-5 nap. Jó, itt van Kelvin, itt van a golfkocsink, és elméletileg van egy lokáció, ahol mehetnénk tovább, bár... Térkép? Nem tudom, hogy hová mutat. Errefelé. Itt van Bombay és a haverok. Nézzük. Oda muníciót raktunk 2, ezzel jöttünk idáig. Elmenjünk az M betű felé. De nem onnan jöttünk, de szerintem az M betűből jöttünk át. Lehet, hogy más, de az van, hogy nem tudunk jobban kizumolni a szigeten. De egy elindulunk az M betű felé, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Nézzük a térképet, azaz. Ja, már nincs is tél, hirtelen megállt. Azt akarod mondani ezzel, hogy álljak meg és építsünk bázist? Menjünk el a golf lokációra és csináljunk oda valamit? Amúgy ez is frankó helynek néz ki hozzá, de itt mután csak laknak éppen mellettünk. Bombay is itt van, meg a haverok. Jaj, Istenem, ne haragudj! Ó, elütöttem egy bambit, de láttad, hogy elém ugrott. Igen, én is úgy érzem, hogy felesleges a bázisépítéssel foglalkozni most, mert az egyben nagyon jó funkciója volt annak, hogy vissza tudtál oda vonulni, és senki nem tudott kb. Csak néha bejönni maximum. A kettőben viszont tökre értelmetlen. Akkor is bejönnek, akkor is tönkreteszik, akkor is szét lesz dikházva, mindenki oda fog járni, és csak a falaidat fogja verdesni, meg átugrani a kapun, meg környező fákról beugrani, meg... Tényleg nincs, úgy éreztem, a kettőben nem jó a bázisépítés annyira. Hiába lett fejlesztve, és hiába tudsz egy kicsit aprólékosabban, szofisztikáltabb épületeket létrehozni, mint az egyben, nincs értelme annak szerintem. Remélem, hogy jó felemegyek.
neki a fának. Szerintem az M betűben voltunk, másik barnagot kellene megtalálni. Hát is úgy hangzik, elszabadult házi buli. Hát, amúgy körülbelül, ja. Ott szemben van. Aha, itt lesz, amit keresünk, jó. Így meg lehet indulni, a G betűvel megállunk, pont a fánál. És itt van, szerintem, ez az M betű, ez a maintenance, a karbantartói állomás. De csak nem a vízből indul. Innen indul valahonnan, és ezt ki kellett ásnunk, ugye? Aha, itt is van. Ne, itt már voltam. És akkor nem találtunk oda bent. Attól indultunk el a monitor. Nem, az a másik. Nem. Ott a foodban voltunk benne. Lehet, hogy nálam kellene lennie olyan keycardoknak. Itt van egy maintenance, itt van a VIP. És a VIP keycard az... Még az is lehet? Ez kinek a kártyája? Ez pont Virginiai. Jó. Lehet, hogy ott a szemben lévő részen beengedne. Szerintem oda fogunk menni. Az alap, tudod, ahol meg szoktunk állni néha, ott van a 3D printerünk. Szerintem oda kell bejutnunk. Itt csak a csecsemők voltak meg. Érdekes, hogy a katana nem itt volt. Én úgy emlékeztem, hogy azt itt lehetett megszerezni. A gyerekek itt nyomulnak szemben még, ugye? Hál' Istennek ki lett tisztulva innen minden. Szolárpaneleket hagytunk itt, meg ilyen anal bulbokat. Ezeket a szolárpaneleket még nem jöttünk rá, hogy mire lehet használni. Nem volt még olyan, hogy áramot kellene szolgáltatni valamibe a bázisban. Ezt el lehet rúgni, de jó. Nektek van otthon ilyenetek? Itt is lehet amúgy csinálni egy és mást. Ebben nem teszünk bele printer rezint. Ez most... Aha, felfedett egy lokációt, ami már nekem megvolt. A pistol rail az megvolt. Mindent, amit csak fel lehetne venni, már itt megszereztem. Akkor jól gondolom, igen, mert lehet, hogy a Virginiának a keycardja az pontosan arra való, hogy a 3D printer lokációnkon kinyissa azt a kétszárnyú ajtót, és odabent fogunk találni még olyan dolgokat, amiket erről eddig maximum csak álmodni lehetett. Takit nálunk a teachpertv.mókáson. Amúgy meg a golf lokációs bázisépítésünk talán nem lett volna annyira hülye ötlet. Most nem enged ki innen, elhiszed? Azaz. Szia Venka, jó pihenést! Nem lett volna olyan szar ötlet az, csak amikor arra jártunk, akkor tél volt, és a télen kívül ugye megvoltak még a gondjaink, hogy a mutáncsok is arra felé mászkáltak, pedig olyan békésnek, mint az előző végigjátszásban. Persze lehet, hogy csak nem tudom, rosszul mértem fel. Ugod meg, Mokibot! Menj el innen, engedj el! Na, húzzál el innen! Remélem, hogy jó felé megyek. Nem, balra kell menni. Jobb kéz fele kellene mennünk, de lehet, hogy ez pont ilyen hegyi irány lesz. Úgy egészen nyugodt most a környék, nem? Tehát nem jönnek ránk az összes mutáncsok, meg mindenek. Ez mondjuk elég hardcore. Egymászásig golfkocsival. Eszembe jut a Yakuza róla. De várom már, hogy játszassuk újra Yakuzát. Mondjuk jó a zene. Vagy valami olyasmi. Nem kell aggódni, ez csak egy cikla. Lehet, hogy lábban amúgy gyorsabban odaérni. Oké, hát az erdőben megyünk, hát nyilván. Kelvin amúgy nem szokott... itt van egy ösvény. Ez pont jó az ösvény nekem. Kelvin nem akarna beülni ide oldalra? Nem lehet rávenni, hogy gyere már velem? Virginiával amúgy nem lettünk barátok, és az lehet, hogy rossz. Ez mennyire jó hely egy hatalmas bázisnak? Hát szerintem marhára jól néz ki ez. Nézd, mekkora tisztás körben fákkal. Ez nagyon jó hely. Golfkocsi nem igazán ered kitalálva? Hát nem. Ez egyáltalán nem. Szevasz Ádám Taylor, kösz szépen a raidet. Mi a helyzet? Hogy vagy? Milyen a mai
estéd. Tarpot fel akartam venni, a botokat is. Belenézni ebbe, mert ebben mindig van valami értelmes. Emári, azt meg lehet enni? Meg is eszem. Aloe vera, az jó lesz. Egy kis aloe minden betegségünket megoldja. Ó, oh, és még a szídjei is megvannak, otthon tudnánk. Ja, nincs otthonom. Mondom, otthon elültethetném a magvait, de hát itt szétszórhatnám a környéken. Jó ez a golfkocsi. Oké, most kinéztem egy irányt és azt próbálom lekövetni, de nagyon érzékeny az irányítása amúgy. Érzékeny, és amikor azt hiszed, hogy jó lesz, akkor már egyáltalán. Akkor már benne vagy a fában, nem kell aggódnod amiatt. Nyomod. Ez víz. Jaj. Ez nem a, az előző bázis lokációm? Nem, de közel. Jaj. Jaj. Jaj, rohadjál meg. De ne verjed a... Júj, barátom, én sem akartam, de te sem. Látom rajtad. Menjünk, menjünk. Itt lesz a printer, már csak 3 perc. Igazoltatás, szevasz Haxorsz, hogy vagy Mizu? De azt... Mindegy. Itt volt mellettünk a gyerek, hallottad? Itt átment. Ott vannak a parton a Jánosék. Így áll János, itt ki az egészet. Minden funky? Na ez király, az nagyon jó. Itt lesz valahol a bejárat. Na most jót mentünk, most jól sikerült navigálni. Aha, és balra fent. Itt hagytam egy másik golfkocsit is még a múltkor. Nézd ki, elmentett a lokációt, de Virginia nem jön ide? Nem akar velem haverkodni? Ezt annyira sajnálom, hogy ebben a végigjátszásban vele nem lettünk barátok. Pedig csak annyit kellett majd csinálnom, hogy nem kergetem mondjuk fegyverrel a kezemben, amikor jött oda hozzánk és hozott nekünk valamit, nem? Ezt szerintem nagyon elrontottam. Lehet, hogy a true endinget nem is tudod állokolni, hogyha nem a barátod ő. Itt a bejárat. 11:43, még mindig nem kell aludni. Nincs baj golfkocsival, csak ilyen golfpályát még nem láttam. Hát... Lehet, hogy nem lesz true ending Virginia nélkül, tehát itt kéne izé majomkodnom még kint, amíg néha oda jön hozzánk. Tudsz valamit erről, Iván? Meg tudod erősíteni, vagy sem? Ide kellene berakni a printer rezinünket, és lehet, el kellene kezdenünk csinálni különböző mesh armor részleteket, ugye? 400 ml tudtam belepakolni. Van még itt egy kevés battery kellenek az elem miatt, most is éppen azt... Mit csinálsz a kamerával, te hülye? Nézzenek oda. Szóval mesh armor. Tech mesh. Ebből csináljunk egy párat. Vagy, aha. Itt kell nyomni, és akkor ott jön ki. 50 ml hiányzik ahhoz, hogy hármat tudjak csinálni. Tehát, hogyha jól láttam, itt akkor 2500 kellene hozzá, tehát sokat kellene szerezni ebből. Még egyet csinálunk. És új crafting recipe érhető el. Szia, Medi, hogy vagy, Mizu? Gondolom, hogy ilyenkor ide rakja nekünk ezt a mesh. Ó, van nálam Creepy Armor 2 is még. Mesh, tech mesh, igen, combine. Aha, és akkor ehhez kell alaplap is, meg elemek, meg húzal, meg... Nézzük meg, tehát alaplap, elemek, mindent kivilágít, ugye? És ezt összepakolva már is van egy tech armorom. Ez biztos, hogy jó valamire. Hát, hogy ez a legendán charmor, nem? Ja, csak még nem vehetjük fel. Fegyverrel kergettem, amikor hozott utat, akkor már lement a lojáltia. De nem kergettem, csak mentem utána. Csak lehet, hogy ezt ő kergetésnek vette mondjuk, és az hát nem túl jó. És ha lemegy, akkor az azt jelenti, hogy vége, ennyi volt. Jó, hát 2 darab armorom az van, meg itt lehet menteni. Várjál, vegyük fel a nyilvesszők kellenek. Amúgy nem találtuk meg az íjat még, tehát az mondjuk nekem tök tetszett volna, hogyha a csigás íj meg lett volna. Jó, hát idáig jöttünk, megyünk tovább. Öregszem, most értem haza a szombati baráti össze jövésből. 0-23-kor? Ajjajjáj! Hát hogy lesz ez?
Kettes az most crossbow, ugye? Így van, feltöltve szépen. Még az órát felvesszük, meg ezt a húzalt, mert ezekből használgattunk, és remélhetőleg itt most azt ki lehet nyitni. Vissza lehet növelni, szerintem is csak érdemes vele szaroznunk. Hallottunk bent valakit, ti is hallottátok? És tényleg kinyílik. Ebből baj lesz. Ekkora VIP section. Out of order. Tudjuk, hogy nem működik a gymben a szellőzés. Dolgoznak a műszerészeink rajta, bocsa kellemetlenségért. Aha. Ez le van választva üveggel. Én ezt nem is láttam. Nem is láttuk, hogy ott üveg van. Az energy drink az kell, abból jó néhányat kellene magunkkal vinni. Betöltöttük a következő részt. Most mondjam el. Azt, hogy... Hogy kell-e Virginia? Igen, kérlek, mondd el. Egyik holnap utazik London, másikot Marcinkon, hogy az asszony... Jajjajjaj. Az mellé ment. Az mellé ment. De most mi? Mellé löv... Leszedi a pánc... Leszedik a páncért a gyerekek. Ilyet láttál? Hova célozzak akkor pontosan a izére? Tehát, hogy nem is a fénybe kell lőni, hanem... Hova megy a gyerek? Köldök zsinót még húzta volna maga után. Teljes endinghez kelleni fog. Jó. Akkor még mielőtt lemennénk a teljes ending irányába, szerintem barátkoznom kell mindenképpen Virginiával, de ő meg olyan, hogy néha jön, néha nem. Hogyan tudja az ember, tracksuit, az miénk most már, honnan tudja az ember, hogy innentől már barát-e? Doris, láttalak a listán, hogy megérkeztél a családoddal, tudass velem, hogyha van időd italra. Hát, hogy sok mindent kell megbeszélnünk még, meg behoznunk a lemaradást, de mi a neve? Barbara? Szerintem Barbara, aha. Ja, alatta van a célzás, hát ugye célkereszt nélkül nem annyira egyszerű. Ott valaki bent van ebben, nézd. De komoly. Ez jól néz ki. Akár mi is lehetnénk, általában ebből szoktunk mi össze jönni újra, meg újra. Ezt lehet, hogy megiszom. Meg volt még egy csecsemő, akit eltaláltam, ugye? És az vitte magával a crossbow boltomat, de aztán lehet, hogy despawnolt eltűnt. Itt van. Jó, itt egy papírt találtunk, és mehetünk már is tovább a gymben. Ez a rész szerintem hosszabb rész lesz. És valószínűleg jól tenném, hogyha megnéznék mindent is. Szerencsétlenek. Térképen látod Virginiát, mint Kelvint, akkor barát. Szóval akkor meg kell látni, aha. Azok ott mind élnek. Ez egynek jó volt. Ott van ilyen mutáncsa, nagyobb is. Ez nem volt jó. Vagy csak nem tudjuk, hogy jó-e. Mindegy, kettő belemegy. Az ott nem tudom, mikbe van. Az már jön, az már támad. Sprinttel menjünk hátrébb. Figyeld, hogy jön, figyeld, milyen para. Jézusom, te szarpara vagy. Ezt a mindenségét. Ott jön a társa. Az headshot? Nem, az válshot. Akkor lehet, hogy raksz rá GPS-t. Ja, mert oda kell neki adni. Hova lőttem? Hát legugolt. Mi kitérések mennek? Vigyázz. Két lövés nem elég neki. Vagy de elég volt neki a két lövés, jó. Hol ment a fény? Az előbb még olyan szépen be volt itt. Ja, néha visszajön. Azzal lesz ott gondunk szemben. Arra lehet, hogy egy shotgunnal kell rámenni. Vagy lehet, hogy megpróbálom ezzel. Ilyen izében. Telvil mosba. Egyet előttem ide. Kettő van ebben. Szerintem eltaláltam. Mindjárt szaladni fog. Kettő benne van. Szerintem vagy ott biztos bele kell tenni.
Hova megy? Három benne van. Balra hallgatózom, mert olyan, mintha lenne itt még más is. Nem tudja, hogy itt vagyok? Full csöndben vagyunk, vagy mi? Ja, kicsit gyorsabb, mint szeretnénk. Talán még egy lövés is megvan. Amúgy érdekes, hogy nem annyira agresszor, nem? Megvan, mert ilyenkor kinyáladza magát, így kilövel belőle. Mi ez a hang? Ez valami bugos hang lesz szerintem. Leveszik a creepy armorját. Ja, teljesen vakon volt. Mi ez a... Mi ez a hang? Szerintem nem vagyunk egyedül, szerintem van ebből még itt valahol. Beakadtam. Úgy emlékszem, hogy itt nézelődni kellett aktívan minden sarokban. Leginkább az asztalok, meg ilyenek lesznek fontosak. Ez egy komendós. Ez meg nem az. Ilyen zenék peregnek, nem? Erre jó gyúrni azért. Teljesen lemézzem be. Healing az nem kell. Szerintem ilyen keycardot lehetett találni valami ilyennek a partján az előző végigjátszásban. Nekem az rém lenne valahogy. Ujjacskájának úgy emlékszem más a gyenge pontja, nem a feje. Persze, persze ez. Ezt én is vágom. Én lábra gondolnék, hogy eltörjük aztán, akkor csak mit tudom én kúszni tud. Az mi? Az mi? Szerintem ők voltak azok, akiknek a hangját hallottuk itt még. Az ikrek. Ha az egyik oldalon meghal a másikat, még, másik még húzza? Azt hiszem megvannak. Ez is creepy armoros. Négy lövés elég volt bele. Amúgy beszeres, mennyire jó ez a crossbow. Én nem is emlékeztem, hogy ezt használtuk az előzőben. Visszaszedi a lőszert, csöndes. Meg hát azért elég erős. Csatlakozz hozzánk az ebédlőben hétfőn 2 órakor. Ahol a Bad Pivotnak lesz egy nagy előadása. Különleges performance-a. Nagy meghívásokban. Üres ez a hely. Ott van a... Ott van az újazó. A lábára célozzunk? Így nem lehet. Ő az egyetlen mob ideben. Eltaláltam? Nem, átlőttem a lábai közt. Az jó lövés, az nagyon jó lövés, oda néz. Kicsit meg is nyugodott, úgy látom. Oh, na. Mi a gyerek? Az térdlövés, az nagyon jó, nagyot megy. Szia, Temil, jó pihit neked. Másik lába is megvan. Tök jó, hogy ilyen csöndesbe elintézzük. És azzal ki is múlt. Mindjárt felmegyünk a fentebbi szintekre. Creepy armort elvesszük. Olyanok ezek, mint a csigák. Körül kell néznünk szerintem minden ilyen sarokban, hát ha valamit találunk, meg mentőpontot le kéne tennem. De lehet, hogy csak fent lesz itt érdemi loot. Megnéztünk amúgy mindent erre felé? Remélem igen. Nem. Cirkuszi pamflet, ribonz. A repülőhölgyek cirkusza. Oké. Okay. És itt már semmi nincs, jó. Akkor szerintem mehet a mentőpont lerakása ide. Arpot kérek. Szikét. Szia Dark Demon, jó estét, hogy vagy, mi a helyzet? Ne, nincs nálam bot. De van nálam bot, akkor mi a baj vele? Ja, hogy ott nem lehetett megemelni. Hogy miért nem?
Meg kell nézni, hogy hány óra van, mert lehet, hogy aludnia is kell a karakternek. Mondjuk tele van most energiával. 15 óra 33, még nem alszunk. Ezt a mentőpontot lehet, hogy itt is hagyom, hogyha még van tárpom egy csomó. Jó puskára, tetettél lámpát, vagy Ári? Ráraktunk egy attachmentet, igen, és akkor a flashlight attachmentet pakoltam rá, és akkor így már lehet vele látni a sötétben. Nagyon hasznos cucc, csak hát mindig ugye balra felfelé világít. Jó, a területnek néz ki. Lehet, hogy boss fight aréna? Mondjuk ennyi vízzel csak nem. De én úgy emlékeztem, hogy pisztolyra is lehetett rátenni. És arra most eddig még nem sikerült, tehát nem tudom. Ez mi? Tüzeket gyújtottak? Ezek a gazdagok miket ki nem találnak, hallod? Mindenhol ilyen medencék, osztott medencék. Mélyebbek, kevésbé mélyebbek, gyerekeknek, felnőtteknek. Sziklafal. Hallok valakit mászkálni. Ez tök jó, ez a barnangos ki... Ez volt az, amikor kinyitottam az ajtót, és rá röhögtünk, mert odabent ott álltak előttem öten. Ez pontosan az, ezt nem felejtem el. Azt nem fogjuk elfelejteni soha szerintem, amikor kinyitottam, azt mekkora para volt. Itt a gitár. Na, most nem tudom, egy... Hát mondjuk leginkább a izé, a Smoke on the Water-t kellett volna itt eljátszani, mert azt mindenki el tudja. Aha, ezeket meg kellett volna enni. Az ott nem kell. Zseton. Katonát akartam, de lehet, hogy amúgy ebben van benne a katona is valahol. Ide be lehetne venni. Na erre emlékszem. Szia Szagasztinak összeköveti, nem a raidet. Sziasztok, jó estét. Megetettek egy gitárt a csávóval. Rengeteg pénze van. Minden itt dolgozanak. Mr. Pafton azt szeretné, hogyha az összes digitális kommunikációt kinyomtatnánk. Ne hagyjatok semmilyen digitális másolatot a kommunikációról, semmilyen képezetben. Mindentől szabaduljatok meg, amikor befejeztétek. Ezt Barbara Pafton mondta. Komoly. Ez a koncert lesz ezek szerint. Jó, gondolom ezért hozták a gitárokat magukkal, ugye? Katonát régen hagytad még a Cyberpunk elején. Lehet. Benne van. Sajnos az... Nagyon könnyen lehetséges. Mennyi zsetont hoztak ezek az emberek magukkal? Micsoda gazdagság? Ezt a mindenit. És akkor most, hogyha megvan a gitár, választhatunk, hogy melyik irányba megyünk be. Ott, ahol a sok mutáns van, először körbenézünk itt az asztalokon. Megvan a térkép végre. Na hál' Istennek, ez nagyon kellett nekünk. Hollow Springsnek hívják ezt a helyet. És nézd, ott elmentünk. Ó, most már látjuk, hogy hol van a többi maintenance bázis, akkor ma nem fejezzük be ezt a játékot, mert megvannak, akkor legalább a Virginiával is össze tudunk haverkodni, miközben a maintenance iterációkat majd átnézzük. Most már végre a térkép megmutatja, hogy hol vannak a lokációk, amerre tartanunk kellene. Ez a hely, ez most nagyon fontos volt, de itt mindenki meghalt. Gas keycard megvan, Arnoldé. Szóval itt egy nő táncolt az asztalon és körben a férfiak mind meghaltak. Ezek a gazdagok mikben nem vannak, hallod? Táncoló nők asztalokon, meg ilyenek. Jó, és akkor itt mindent megtaláltunk. Ez a guest keycard volt szerintem, amire emlékeztem, hogy asztalról kellett felvenni. Kilocsanó vér. Lehet, hogy a guest kellett ide ehhez? Nézzünk be ide. Csöndes, nyugodt hely. Olvasd el, mint lehetséges. Tartsd a szemed, Jianyun. Pafton azt gondolja, hogy lehet, hogy kezdi elveszteni az eszét. Jianyúval voltak gondok, igen. Itt a kövi lokáció. A kalkulációk, a számításaink működtek. 900... Micsoda? 70-es években háromszor, 900 után, időszámításunk után többször is triggerelt, megtörtént valami. Mindenkit el kell, hogy vigyünk innen, nem hagyhatjuk, hogy a puhanyítás, a soft opening, az folytatódhasson, Dr. Masaki mondja. Akkor Masakinak volt esze, a többieknek meg kevésbé ezek szerint. Baksatammo, shotgun rail. Shotgun rail-t azt mindjárt megnézzük, hogy micsoda. Slagammo, nagyon jó printer, ez még királyabb.
Ez kell majd a mesh armorba. Akkor most még kettőt tudok majd csinálni. Csak nem itt, hanem kívül. Nézzük a lokációt. Maintenance Bunker B. Ezt meg kell néznünk, és akkor itt még előre kell mennünk majd. Szerintem indulhatunk is kb. Mit találtam? Mi volt az, amit nézegettem, és mondtam, hogy na majd most. Ide gondolom nem mehetek át, ugye? Ide fogok átmenni a másik irányból valószínű. Maintenance B. Akkor van egy Maintenance C is ezen kívül, tehát ilyen karbantartói állomások. Ha ez itt volt, akkor erre megyünk. Ma egy jó nap volt. És itt van balra az az ajtó, így van. Hát ide lehet, hogy egy mentést kellene letennem, bár itt van lent, úgyhogy ne szórakozzunk tarpok lerakásával, mert közel vagyunk hozzá. Oké. Okay. Oké, okay, le kellett volna raknom. Jó, már érzem. Már tudom, hogy hol buktam el. Na, végre kimásztam. Tök jó, ez a kis mobil mentőhely, nem? Azt mondja, hogy elmentjük, és most hát imádkozzunk, hogy ez jól fog elsülni. Szerintem a crossbow-t nem lesz segítségünkre, nem véletlen kaptuk a... Ja, a shotgun-ját akartam megnézni, igen. Shotgun railing, és ezt ráteszed, és akkor az a railing, az mire való? Most ezt össze kéne raknom valamivel? Laser sight-tal? Nem. Nem mutat semmit a laser sight-on kívül. Aha, hát jó, hát akkor ez rámegy. Akkor ez kellett így, a shotgunnak kellett egy ilyen kitaláció. Jó. A hármas a pisztoly, a négyes a shotgun. És tényleg oda fog lőni? Erre megy rá többi? Hát ide néz, Iván. Ide néz, mi lesz ideben. Holy shit. Múltkor itt voltak az ajtónál öten. Azt a mocsok mindenségit. És folytatjuk, nem állunk meg. Te még élsz? Szinte még él. Már nem annyira. Ne pocsékoljuk a lőszert, hanem muszáj. Az hogy? Hogy bír ilyen sokat? Mit csinál? Mi a fenét csinált? Láttátok? Töltsük újra. Hájt a környezet közepén kis tákot fólia kaiba. Nekem tetszik. Szerintem menő. Mekkorákba volt? Igaz, hogy ennek talán csak a lábát lőttük el. Hát nem anya szülte. Kicsit vizes a shotgun, de nem baj. Meg a Ninjon Kovács. Doris, van időd egy gyors italra? Ednek vannak ezek az álmai, ilyen kockákról a fürdőszobában. Valami észnél lévő véleményre van szükségem. Ennyit írt még. Vissza! Mi miatt jöttem vissza? Try finger, but hole. Dark Souls humor. Nem tudom, hogy miért küldtél vissza. Mi van? Iván, mi van? Próbálj már egy mondatot írni, kérlek, ne csak szavakat. Mi van? Itt flashlight-tal is lehet? Aha. Meg tudod kombózni a kettőt. Nem értem, mit szeretnél. Mindegy, menjünk. Kéne lennie ott egy itemnek? Ebben? Azt mondod, hogy lehet, hogy áthelyezték, nem? Mentsünk egyet, lépjünk be, és akkor lehet, hogy ott lesz újra. Jaya, mi a helyzet? Valaki hallott róla? Azt mondja, hogy így oldottuk meg a... Van valaki más? A visszaszámlálás. Pontosan 3 hetünk van a következő aktiválásig. És akkor Dr. Masaki megfejtette a különböző számokat. Lassan hazaér, már is úgy akarja. Hát remélem, mert most el van tűnve, aztán kicsit most már... Nem tudom, mikbe van. Aha,
Jó, ez lehet, hogy láblövés lesz. Shotgun pocsékoljunk. Két lövéstől nem fossa össze magát. Két shotgun, tekerjük még, tekerjük. Jó az. Ilyenkor mindig leesik, az jó. Akkor van idő újra tölteni. Mellé. Amikor írt, akkor várta. Igen, 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 igen. Lehet, hogy nincs neki wifi-je, vagy elaludt. Jó, tovább. Shotgun, mint hogyha semmit nem ért volna. Na most, most köpte ki a nyálát. A mocskos, új, de undorító. Nem baj, az armor nagyon jól jön, ami belőle jön. Creepy armor, zseton. Zseton. Nem volt egy cross. Van még egy. Gyerek, csak úgy elrepült, láttad? Van még egy. Ott a szemben az mi? Ja, az csak valami fal, LED fal. Van még egy az ajtó mögött, nincs. Aha, ez a moziterem. Van másik is, másik micsoda? Behoztak egy kis műzlit. Van egy kocka, ami ebből az anyagból készül. Textek szerint kocka aktiválódik előzőleg ismeretlen intervallumok szerint. Az aktivációs ciklus sikerült a kutatóinknak lefordítani, és a szolafitnak a fiatalító dolgait fogja felerősíteni. Reszeteld a tested, az idő lejár. Időtlen luxus, időtlen fiatalság, Hollow Springs. Az örök fiatalságot akarták a gazdagok itt elnyerni. Oké, most már ezt is értjük. És a Solafit volt az egyik ehhez szükséges dolog. Ittunk egyet, eszünk is egyet. Van másik olyan item? Ó! Na! Na végre! A chainsaw! Ezt akartad mondani, Iván? Idegesítő hangja van. Nem ezt akartam mondani. Jó, meg kell találnunk ezt az itemet viszont, hogyha innen jöttem. Mindenki halott. Itt volt még egy ajtó, amit nem láttunk, ugye? Hoppá! Hoppá! Csávó lelőtt mindenkit. És ez nem Kelvin. Nem biztonságos itt. Kifut az időből. Újra megtörténik, le kell, hogy lépj innen. És most mi lesz? Volt valami ilyen, hogy itt... Ez nem a izé? A első részből a fickó. A gyerek, csak felnőtt korában. Szóval lelőtt mindenkit. Ő a kis Timi? És itt egy beomlás van. Aha. Nem ő az, csak hasonlít rá. Hogy szaladt a gyerek, láttad? Van még? Már egész nyugisnak néz ki. Itt a Solafitot ki lehetne bányászni, de nekem tele vannak a tárolóim, úgyhogy nem erőltetném. És akkor ez az egyetlen hely, ahova mehetünk innen. Néhány csontot felveszünk, az jól jöhet. Meg még néhányat. És akkor lehet menni balra, lehet menni jobbra? Nézzük meg először a jobbrát. Ő írta a könyvet, aha. Itt csak leesni tudsz és nem tudsz visszajönni, jó.
Lehet, hogy ez már az ending cave lenne, hogyha itt tovább mennél? Tehát jobb lenne, hogyha inkább kimennénk innen. És akkor azt a tárgyat nem tudtuk felvenni, ami ott lett volna, mert nem tudtuk meg, hogy mit kellett volna ott találnunk. Lehet, hogy az a baj, hogy Virginia nem a barátunk, és akkor ez visszakanyarodik ide. Ha tehát csak egyfelé tudsz innen kimenni. Nézzünk rá még egyszer. Nyomjunk egy mentést, egy kilépést, egy betöltést, hát ha ott lesz az a tárgy esetleg. Ez még építés alatt álló terület. És akkor innen balra volt a sátrunk, és állítólag abban a bőrönben kellene lennie valaminek. De van máshol is, úgyhogy ha nem jelenik meg, akkor majd máshol is összeszedhetjük, gondolom. Szia, Axi, jó pít neked. Timi be fog mutálódni? Hát most nem láttuk, hogy mi lett vele, ő eltűnt, ugye? Nézzük, mennyi az idő. 22:38, akkor mehet az alvás. Itt a mentőpont. Ezt szerintem le is szedhetem. Bár igazából itt lehet hagyni. És akkor most kilép. Utána belép. Remélhetőleg a mutáncsok nem fognak visszarespawnolni. Az egy végén a talk show közben. Egy végén. Ja, hogy ott átváltozik a gyereknek a karja. De hát azt valahogy sikerült legyűrnie később. Bevallom, hogy én nem néztem a kezét most. De akkor ezek szerint itt is olyan volt a karja. Ilyen mutáncsőrület. Szóval most, hogyha ránézünk a bőröndre, és nem találunk ott semmit, akkor csak itt hagyjuk az egészet a francba. A moziteremben még lenne kaja meg pia. Lehet, hogy érdemes lenne oda elnézni, ahelyett, hogy a inventoriban lévőt használjuk el. A moziterem az egy kicsivel föntebb volt. Tök jó, hogy az energiaital az még mindig kitart, ez tök furcsa. Hogy volt ez, hogy mentünk egyenesen, és akkor balra volt a moziterem, és itt nincs semmi. A mutáncsok is eltűntek, és az item sincs itt. Kinyírt mindenkit ott a stúdióban. Az nem csak valamilyen kitalált ending volt, vagy nem tudom, tehát hogy nem a canon ending. Érdekes, hogy a zseton visszajött, hogy ez respawnol. Vagy az volt a true ending a játékban? Nem, hát kétféle választásunk volt, vagy ott maradunk, vagy nem. Feláldozzuk a gyereket, vagy nem. Ezt a snacket még benyomjuk. Az a canon ending is anno azt kivették. Aha. És akkor úgy kerülünk ide, hogy kicsit szenvedünk attól, hogy ezt még megiszom. Tehát, hogy egész életében szenvedett a gyerek a Timi attól, hogy van egy mutáns karja, ami néha rakoncátlankodik, nem? Az van, ha lelövöd a gépet. Aha. Erre kell mennünk akkor mindenképpen, és akkor nem volt itt a tárgy, úgyhogy megnézzük, hogy merre megy ez a járat, és szerintem itt flashlightot is a kezembe fogom. Ez mondjuk pont nem a flashlight, de mindegy, nem baj. Közelre és távolra is tudunk világítani, bón, az nem kell. Rengeteg creepy armort szedtünk innen össze, hogyha esetleg magunkra akarnánk tenni. És itt meg le kell ugrani, itt nem is tudunk visszajönni majd. Nem tudom, hogy ez melyik barlangba vezet be. Ja nem, ez egyből kijáratos hely, aha. Vagy barlangba vezet tovább? Nem. Ezeket meg szoktam jelölni. Úgyhogy most sem teszek másként. Egy GPS jelölőt ráteszünk. Ez is egy keresztes dolog lesz. Change icon. Aha, ezzel szoktam jelölni, hogyha... És lerakta. Hogyha egy kijáratot találunk valahol. És ezzel mehetnénk is akár tovább, ugye? Ez volt az... Ha már ordítoznak a közelben, ez volt a maintenance, és akkor ott is van egy éjszakra. Akkor annak kellene lennie a következő helynek, Virginiát viszont nem látjuk.
Hogy jön Kelvin. Ez így nehéz lesz. De induljunk el. Hát előbb-utóbb csak találunk, nem? Akkor változott át, hogy lelövöd a gépet és nem gyűjtöd össze Timmy robotját. Ezt az endinget a játék mai verzióban kivették, mert tudtam ma, aha. Igazság szerint annyira nem baj, tehát hogy... Mégsem a story miatt játszunk ezzel a játékkal talán. Annyira, vagy nem tudom. Az egyéb élményfaktor, a hangulat, szerintem az, ami miatt inkább az ember előveszi, és nem feltétlen ez a rész, ami minket úgy megfogott talán. Bár én még mindig azt állítom, hogy az első része kicsivel jobb volt. Hozott már nekünk Virginia valamit, csak akkor rátámadtak azok a rohadék mutáncsok, és ugye akkor elő kellett, hogy vegyem a fegyvert, és attól ő meg megijedt, és szerintem az is hát gondot jelent most nekünk így. Mert a végén akkor nem fogjuk tudni elvinni magunkkal, vagy valami ilyesmi volt. Hát így meg aztán lehet keresgélni, hogy merre lehet. Egy GPS-t rá kell tenni, szerintem azt nekem kell odaadnom neki, amikor már barátok vagyunk. Hát ezen a helyen... Jó szar lehet amúgy. Ó, nem mondod. Ki tudnám emelni onnan? Már nem valószínű. Akkor lehet, hogy gyalog megyünk tovább. Tetszik a sztori olyan, mint egy régi Z-kategóriás film. Kicsit igen. Fú, de az nagyon messze van az a hely. Nem itt volt nekünk a házunk? Itt a barlang mellett, de. Vagy lehet, hogy ez a barlangban van benne? Tudod, ahol húsokat lógattunk fel, meg ilyenek. Majd oda jön, hogyha építkeztek valahol. Azt mondod, hogy fejlesszük még ezt a kis részt, amit ide elkezdtünk csinálni? Vagy nem ez volt az a hely? Valahova a tópartra raktunk le ilyen épületeket, de hát azóta lehet, hogy benőtte már az erdő, újra visszavette magának. Golfkocsival triálozni? Hát itt ebben a játékban minden előfordulhat. Szia, Krakenmat, jó pihenést! Nem, szerintem ez a föld alatt van ez a tarp elhelyezve. Itt aztán kereshetjük a... Ja, itt a mutáncsok laknak, aha. Kötél az nagyon kell viszont. Egy segg. Éppen használt után itt hagyva mesztelenül. Hát csak ugye kérdés, ki mire használja ezeket? Itt semmit nem találunk. De nem itt volt nekünk a házikunk? Én szerintem ide raktuk fel valahová. Lehet, hogy talán egy kicsit lentebb a folyás irányban. Tényleg el kellene kezdeni építkezni ahhoz, hogy valami alakuljon. Használtság. Ilyenek vannak fent a neten is, vásárolhatóban. Nem is olyan drágák amúgy. Itt volt a... Szerintem az előző bázisom azon a helyen talán. Én azt hittem, hogy ennek a partjára építkeztünk most, de nem. Hát minden esetre a maintenance az ott van. Dél felé. Aztán lehet, hogy felrakok oda valamit majd arra is, arra a részre, aztán Kelvin meg ugye jön utánunk. Most van 9 óra reggel. Ha valahol megpillantjuk Virginiát, úgy elteszem a fegyvert a kezemből. Ha bot lenne a kezemben, azt is elhajítanám. De jó, az a híd ott fent. Ide meg szerintem streaming szépítkezett valahova ilyen helyre. Kannibálok túlságosan komolyan gondolják ezt a kifejezést, tegyétek le a hátsótokat. Ja. Mondjuk azt én sem tudnám megmondani, hogy mi a fenét jelentett. Mit jelent az, hogy tegyétek le a hátsótokat? Nem ide építkeztünk. Vannak különböző kijáratai barlangoknak, ami mögöttünk indul. Ja, azt jelenti, hogy üljetek le. Tegyétek le. Helyezd magad kényelembe. Azt így mondják, nem? Vagy ez a választék? A tedd le a segged, az meg... Akarodjál leülni? Nem tudom, hogy a...
kannibálok merre tanyáznak, de... Ugye lent volt egy tábor, balra visszább tőlünk. Staminám elszáll. De szerintem lehetne feltenni még egy ilyen... is kaibát, aztán... Mi ez a hang? Ja, hogy itt ilyen dupla folyó van? Hát... Nem lehet, hogy meg kéne nézni azokat a gátakat ott fenn. Hát ilyen vízesés az amúgy. Lehet, hogy rá kéne nézni. Építettem ott a vízesést, nem folyott be a folyóvíz, nem kellett harcolnom se, a víz közepén éltem. Aha. Itt van egy mentőpontunk. Ez jó, mert itt van resource. Mondjuk kanibálok is laknak, hogyha jól láttam. Ez jól jön, zipline rope. Kicsit mindenki megnyugszik. Megy egy mentés. Érdekes, hogy megint lehetne aludni. Ennek az alja, ugye? Én is arra gondoltam. Ja, itt biztos, hogy... Mivel folyamatos vízmozgás van, ezért nem nagyon tud. Viszont itt folyamat zavarhatnak ezek, nem? Akik itt mászkálnak, ezek a majmok. Nem akarom őket megölni. Itt, hogyha leúszol, itt találsz valamit? De hol van a scuba diving gírem? Az ilyenkor automatán felszokott menni ránk. Ez lehet, hogy csak barlangászáshoz aktiválódik? Ide nem hiszem, hogy ki tudnak amúgy jönni. Ezt mondjuk megértem, hogy ez egy jó hely, csak ugye akkor kell csinálnod valami. Ja, nem is kell beúsznod, hanem csak egy stéget kell építened ide. És azt meg tudod csinálni? Vagy az úgy megy, hogy építesz befelé egy stéget, majd megépíted az alapokat, és utána ráhúzod a házikódat, és utána a stéget lebontod, és mindig beúszol. Igen, úgy. Ah, gondoltam, hogy valami turpisság lesz ebből. Vagy zipline-nal, aha. Jó, hát Virginiát feleslegesen várjuk. Kelvin meg tök messze van, úgyhogy elindulok a maintenance B felé. Az nincs olyan messze. Még mindig csak reggel 10 óra van. Szevasz! Segre pacsi, és utána csak szaladsz tovább. Itt viszont vannak ilyen érdekes koporsók, amik... Isten tudja, honnan indulnak el. És fennakadnak ezen, látod? Kötél meg minden. Érdekes. Ezt mi magyarázza itt vajon? Nem tudom, hogy kerülhetnek ide. Kiborult ebből a koporsóból, ott a koponya a tetején. Mások is kijutottak ide akkor. Megvizsgálni ezeket. A kötelek azok most nagyon kellnek, mert elhasználtam egy csomót a páncélzatunkra, ugye? Hát amiből még 4 van meg, de legalább megvan. Olyan, mint hogyha itt lennie kellene valaminek, amiből előjöttek a koporsók. Tehát, hogy amiből felszínre bukkannak, vagy vízre bocsájtanak valahonnan, tudod ilyeneket. De úgy látom, hogy itt semmi nincs. A scuba divingot meg nem vettük fel. Ez rohadt furi, hogy nem veszi fel. Tudom, hogy fulladsz, ne aggódj. Igen, kicsit nagy levegő a víz alatt. Erős nyelések. Ezeket a halakat nem lehet elvinni? Ugye lehet, hogy a nálam lévő húsok mind megrothattak időközben. Ezek a szép húsok. Egyet meg kéne ennünk. Á, bírja az. Nem, tuti nem fogytunk ki. De annyit kaptunk belőle. Ezt azért próbáljuk már viselni. És most? Aha, most automatán. Hát tele vagyunk vele. Szia! Na. Agresszívak amúgy. Egyből megugrottak, ahogy megálltam nézni rájuk. Hát, hogy jönnek is utánunk. Azt nem akartam volna ott leesni. Nem baj, így talán biztonságosabb amúgy is. Ez biztos olyan, amiben beszokott fagyni, ugye? Ez annak tűnik, mintha itt lenne valami barlang. Lehet, hogy... Á, nem, itt futkorásznak körülöttünk.
Kicsit aggódunk az egészségállapotunkért. Hát van valami kérdőjel, egy kék. Azt meg kéne nézni, hogyha az oda van, mert azt nem én raktam oda. Akkor arra rámegyünk még most. Kár, hogy nincs itt a... Mi volt a neve? King V, vagy nem is tudom. Tudod, az a gyorsan menő szerkezet, amire ráteszed a segged, aztán csak szaladsz. Egy kerék is gurul, átugrik mindenen. Hát, ami meg kell állni néha, összeszedni magunkat. Kelvin nem tudja tartani a lépést velünk. Ez... Nem a izé felé megyünk? Amúgy a... golfpályák irányába? Hát ez jó messzire van ez a hely. Szevasz, bogály. Ez amúgy egészen kellemes kis helyszínnek tűnik. Csak hát nyilván ez is olyan, hogy először kellemesnek tűnik, aztán tessék íme. Használt seggek mindenütt meg. Ah, meg egy ordító nő. Ó, persze. Nyilván megérkeztünk oda, ahol ezek laknak. Ó, Istenem, a Benga ott nyomult, láttad? Próbáljunk nem veszíteni. Semmit sem. Tarpokat ellopjuk. Kajára ránézünk. Kavics, kötél. És minden jóság. Jó, mehetünk. Szerintem megvagyunk. Hú, ez a berserker csaj, erre nagyon kell vigyázni. És akkor az, amit keresek, az itt a hegyoldalon van, vagy lentebb? Hát mindegy, próbáljuk a hegyoldalat először. Utánam szalad. Nem, szerintem az lefelé ment. Van-e fazekam? Van. Igen, van. Miért? Bármit is keressünk, az itt kell, hogy legyen előttem valahol. Szerintem fent van, és nem kell, hogy lejjebb menjek. Ha lejjebb kell menni, akkor lemehetünk, lecsúszhatunk sleddel. Aha, helikopter lokáció lesz ebből. És ez lent lesz, úgy látom. Ott száll fel. Ezek azt akarják mondani, hogy akkor gyere ide, nézd meg, hogy miért szállunk fel, hogy mit hagytunk ott. Ha lenne egy RPG-m, megpróbálnék rálőni, mert lebeg egy helyben. Nem, szerintem lemegyünk így itt. Utána jó szar lesz visszamászni, de ez a Skyrim-es egymászás, ez itt működik. Utána csaknak szarabb, biztos. Ott volt a mókus. És ilyenkor, amikor közel érsz, akkor elmegy a helikopter. Aha. Muníció. Aha, ezt meg kell jelölnöm, ezt a helyet szerintem. Edény is van. Nem egy jó hely, nem mondom. Ezt lehet, hogy szétverem. Kell a circuit board belőle. Ez micsoda? Ez azt mutatja, hogy 7 hónappal ezelőtt szokatlan kitörést detektáltunk. A leolvasott adatok alapján hasonló volt ez ahhoz, mint amit akkor látunk, hogyha rövid dimenzionális switch történik. Történne. Dimenzionális switch. Udi. Rifle ammo, az jól jön. Itt ezek ilyen drónokat akartak volna küldözgetni? Oké. Crossbow boltok, azok mindig jól jönnek. Ez micsoda? Silencer, de jó. Aha, meg kaja is van, meg minden is van. Jó. Silencer az nagyon, nagyon király dolog. Silencer azt mondja, hogy az pisztoly. Ezt ráteszi, kombájnolja. Ez a második micsoda? Ez hasznos lesz nekünk nagyon. Várjátok egy másodperc. Fazék az megvan, de hogy második mire gondolsz, azt nem tudom. Mire gondolsz a második alapján? Ja, hogy ott lett volna még egy a másik izében? Aha. Fél perc se. Na.
Jó, és akkor, hát hogyha ezt megnéztük, szerintem ide lerakok egy jelölőt, mert itt értékes dolgokat is lehetne esetleg találni. Viszont akkor ezt ilyen ammó jelzéssel fogom ellátni. Hogyha ide építkeznék esetleg, akkor itt néha... Hogy lehet, hogy egy GPS lokátort letettem, és most megint itt van. Ezt rátesszük, és így meg van jelölve. Vagy lehet, hogy most kettő van itt megjelölve egymás mellett. Nézed, hogyha átrakod a pisztolyra, akkor best weapon. Miért? Tehát úgy érted, hogy a shotgunról leszeded. A railing az rámehet, azt leveszed. Na várjál, shotgun, meg shotgun rail. Azt fel rámehet nyugodtan. És akkor lehet olyat, hogy ezt kiveszi, az beteszi, és akkor így laser sight is combine. Miért best weapon? Hát, így pergetni kell, de célozni akkor nincs értelme, mert nem látod ugye, hogy hová célzol. Mert néma? Na jó, de hát azért a shotgun marad még mindig az, ami úgy mondják, hogy packs a punch. Van tap fejre? Van tap. Azt vágod, hogy azért nem mindenhol a fejlővés a megoldás, főleg a nyáladzók ellen, meg azt sem tudom, hogy az ikrek ellen vajon melyik részére kell célozni, bár lehet, hogy a kettő közé éppen. Hogyha itt van Kelvin, és random elkezdenénk itt építeni valamit, akkor Virginiának is meg kellene jelennie, nem? Tehát, ha most kiadom a parancsot Kelvinnek, hogy figyelj már, az az épület, hol van? Fú, te, én már elfejtettem, ez lesz az, ami kell? Fa platformok, tree shelter, kettes típusa. És ezt kirakni mondjuk erre. Hát jaj, csak itt besétálnak konkrét oldalról. Hát, hogy mégis erre kellene rátenni. Erre a kis száraz kóróra is lehet felrakni? Akkor inkább erre tegyük rá. Mert rájön arccal. Szerintem megjelenik Virginia is, hogyha így megy. Ez, és akkor innen sétálnak be. Mondjuk lehet, hogy forgatni kellett volna. Ja, nézd már, ott jön. Aha. Ő már ott jön, és már nézelődik. Szia, Aranykráti, hogy vagy? Pad is elég? Akkor elkezditek nyomatni a padot, és akkor jön a Virginia randomban. Ú, ezzel a fejszével nagyon lehet fát vágni, ez nagyon... Tudod, hogy mivel lehet még? A chainsaw-val. Pont rádől. De nagyon jól tette, hogy rádölt. Hát, hogy mondanom kellene Kelvinnek is, hogy ő is nyomassa, nem? Egyben hazaért. Na, akkor minden rendben. Kicsit kómásan? Kajakómákba nyomod? Nálunk itt éppen építkezés zajlik, mert várjuk a kedves hölgyet, hogy megjelenjen. Mintha ezt innen nem is lehetne kivágni. Aha, kicsit körbe kell. Igyázz onnan Kelvin, hát le se szarod, hogy mikbe vagy. Gyere, Várjál. Build, shelter, finish structure, D. Ezt oda felmutatjuk neki, ő most ezt látni fogja. Otthon melegére jön a háromlábú asszony. Lehet amúgy, én nem lepődnék meg. Mindössze néhány csapás. Tök jó ez a fejsze, ezt korábban meg kellett volna találni, nem? Egészségedre. Jó kajakómát én is bevállalnék. Az a baj, itt legurul minden. Mondjuk az nem baj, hogyha Kelvin kezébe gurulnak be a cuccok. Hát gondolom, hogy ez ide fogja vonzani majd. Nem csak a mutáncsokat, hanem Virginiát is egyben. Nyomod, Kelvin, nyomod. Jó, a kötél az bemehet. Még 56 darab. De legurul minden. Hát ott mennek. Jaj, hát a hódok meg odalent nyomulnak majd, elhiszed. Az a fejsze harcma is az egyik legjobb. Gondolom, hogy annak kellene lennie. Mert hogy biztos, hogy tök jó a védelmi értéke, hogy valaki
Ez nem tudom mi volt, de inkább eltávolítottam. Különböző fákokról esnek le, itt a háncsok, láttad? Megnézhetünk egyet a chainsaw-val, de azért nem akarom erőltetni, mert hát azért az mégiscsak egy egyszer kimerül, aztán mivel töltött fel, tudod? Nincs benzin a szigeten. Nem is benzinnel szokták feltölteni, hanem ilyen. Egy része benzin, a másik része kevert olaj. Elemmel működik? Azt mondod, hogy elemes darab. Elektromos az a szar. Ott már jönnek a haverjaink nézelődni, de Virginia nem jön? Vajon Kelvin is nyomja még? Vagy neki újra ki kell adnom a parancsot? Na, ő csak idehozza a dolgokat, úgy látom. Mondjuk az se rossz. És most a hangtompítóval segítsünk a barátunkon. Soja? Hát nem tudom. Jó, hát végtére is egynek elment. Vajon hány töltényem van még? Ezt meg kellene néznünk. Elektromos láncűrésze neve, oké. A pisztol ammó, hát ez csak 11. Annyira kevés van most, nem értem miért. Meg amennyi a tárban van, ezt ne használjuk. Vágd le a kezét, meg a lábait, meg a fejét. És az elriasztja Virginiát, mit csinálunk? Van, nyugodj meg egy kicsit. Úgy látom, hogy kezdesz elmerülni a játékban. A lába az megvan. Mit csinálsz? Na várjál. Build. Finish structure, mehet. Nem tudom, hogy miért jött ide, mint hogyha nem értette volna az előző parancsunkat. Ott még van egy csomó alapanyag hozzá. És akkor most felvettem a raw leget. Felvettem a raw armot. Jóisten. Még egy láb. Még egy fej. Még egy kar. Jó. És akkor most rakunk egy tüzet. Super buff az építéshez, hogyha karokat vágsz le, meg ilyenek. Nem teljesen értem, Iván, hogy mire gondolsz most. Ha, így. Ide kavicsokat lehetne is berakni egyből. Az égben víz. Ezt tudod, hogy nincs nálunk víz, és a környéken sem tudom, hogy merre van. Onnan szerezzek meg. Energiaitalt tudnék főzni esetleg. Ez hogy is kellene, hogy ránézel? Itt van a fazék. Fazék az rámegy. És ilyenkor a fazékkal kell valamit, hogy az E betűt megnyomod? Nem, az felveszi a cooking potot. Ezt nem teljesen vágom. Ezt ráteszi. Bezárja. Mindegy. Amúgy ez jó, hogy ez itt van. Ez nem baj. Hopp, az mi volt? Fogaskerék. Össze-vissza zuhannak itt le dolgok. Ja, mert szerintem Kelvin épít keménybe. Na, itt. Oké. Ez nem az a fa, nem kell aggódni. Ugye nem akarod azt mondani, hogy... Jó, jó, kicsit aggódtam, de szerencsére megvagyunk. Berakta? Be. Jó, Kelvin nyomja. Mit mondtunk? Az elektromos chainsaw-t? Azt hova raktuk el? Az elektromos kitaláció. Ezeket meg botokra kellene kitűzni, nem? Ezeket a lábakat, karokat, aztán akkor maximum nem jönnének közel. Hát... Itt van. Lehet. Megy ez. Nem is rossz, nem is rossz. De biztos, hogy hangos. Végül is kiszedi, amit ki kell. Nyomod Kelvin, nyomod a fát. Viszed a fát. Nem az a fa, azt meg kivágja Kelvin. Azon beszarnánk, hogy az épített dolog alól kiszedni. Mondjuk láttunk már azért érdekességeket. De még mindig nem jön Virginia amúgy, látod? Tehát, hogy nem tudjuk, hogy hová ment el.
Most kell megcsinálni az alsó részt. Ó, hát már ordít, de nem Virginia ordít, valaki más ordít helyette. Ezek a fák, ezek szerintem ezen én népvándorlás a fáknál. Amit most itt láthattunk. Mi? Most megmar. Utasd! Gyere ide! Semmi baj. Minden rendben. Ő látta, hogy mi történt. Gyere ide! Hát ez nem tudom, mik be van. Gyere, Kelvin, nyomod. A Forest Chainsaw Massacre. Nézegeti amúgy a feleségét, úgy látom. Ja nem, eszi éppen. Gyere ide! Nem fogok rálőni. Nem fogom rápocsékolni ezt a kevés muníciót. Aha, most már rendes megy. Jaj, jaj! Mi volt ez? Gyere ide! Az levett egy armort. Azt jelzik, hogy felmásszál, nem? Ott jön. Tegyük el. Hello! Tedd már el. Ne. Most elmegy? Virginia! De most éppen támadnak. Hát ez nem jó így. Most mi lesz? Most elmenekül? Ennyire elindent a szemét látom, mert meggyilkollak téged is. Én nem szarra gurítok. Szerintem eltaláltam amúgy. El kell, hogy találjam. Aha, és kiáll a segéből. Crossbow volt. Virginia meg elszaladt, pedig pont erre vártunk egész nap, hogy jöjjön, nem? Itt van még. Itt az a segged? Ezek tök jók, ezek a guarana berry. Ajajajajaj, ajajajaj. Álljunk meg. Ez négyes. Jó, jó, szerintem meglett. Van társad? Amúgy? Ja, így már valószínűleg meglett, igen. Ott ment egy nagy, igen. Már nem. Ez komoly. Gyere ide! Én nem szarra gurítok, haver. Van-e még? Láttunk egyet-kettőt agresszorkodni, de szerintem a shotgunnal elment a kedvük most, hogy akciózzanak. Mondjuk Kelvin is elszaladt, úgy látom, meg... Aha, még ott van egy. Virginia meg szinte messziről elkerüli most ezt a területet. Ott volt megint? De arról próbáljon, csak nem tudunk összebarátkozni, ugye? Lassan lemegy a nap. De egy folytatunk el a favágást. Eddig tartott a nagy spórolás. Muszáj megvédeni a bázisunkat. Az van, hogy most már akkor fontosan jönni fognak és zargatni fognak szerintem minket itt. Ott volt. Gyere ide! Szarházi. Jaj! 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 Azt rohadjál meg. Kelvin nyugodtan pakolja. A fát ott mellette semmi baj. Jó. Nekem ez barátságosabbnak tűnik amúgy, mint a chainsaw használat. Még mindig ott van egy, látod azt? Hamarosan elkészül amúgy a kis kaibánk. Kelvint nem fogjuk beengedni, de ezt neki nem mondjátok el. Ő még nem tudja. Minek van ilyen hangja? Egy mókus eltrappolt mellettünk, de mintha egy gigantikus mutáns lett volna. Be kéne falazni Virginiát? Lehet, hogy hamarabb megbarátkozna velünk. Stockholm-szindrómás Virginia. Milyen filmet nézünk ma este, Iván? 1 óra 22 perc van. Ma nem érünk a játék végére. Bár amúgy holnap befejezhetjük, mondjuk Darkest után. Jövő héten visszatérünk egy kicsit az előzőleg megkezdett játékokba. Úgy gondolom, hogy például ilyen Heroes 3 meg ilyenek is lesznek. Meg... Nem is tudom. Nem is tudom, egy csomó játék meg van kezdve is. Ebben mik van? Ja, az ilyen... Aha, ez ilyen Lunge-a-Man. Meg Nintendo-s játékok is lesznek, ugye most már a
Zeldával is haladni fogunk. Ez nem akart oda bemenni? Aha, ez így szétesett. És ezt nem lehet ilyenkor már összeragasztani? Ilyenkor kénytelen leszek szerintem eldobálni. Jó, vigyázz alá, ne állj. Írószáromnak mindenképpen szeretném, hogyha azzal mehetnénk ki a... Az MGS2-t szerintem következő héten még nem kezdjük meg. Még azért egy kicsit ebből is le kell faragni. Ez akkor jött amúgy a csaj, csak aztán meggondolta magát. Gondolom látta, hogy mekkora pusztítást vittünk itt véghez, és... Amúgy meg lehetne itt, nem tudom, van itt víz, nincs olyan szuper messze, de tényleg lehetne itt egy bázis létrehozni. Mi volt, ami kiborította a bokrot? Most így kettél két kis tönköt, upgrade-eld a tüzedet. Amiket elhajítottam ide? Azt már az Isten se találja meg, Iván. Azok már a múlté. Azt már nem lehet. Az már szerintem el lett rakva. Jöttek a mutáncsok, begyűjtötték. Azt mondják, azt amilyen technikája van. Nekünk még soha nem volt lehetőségünk arra, hogy... így vágjuk a fát. Ebből nem hiszem, hogy lesz bármi is. Ott gurul már lefelé minden, most már csak a tetejét csináljuk. És a bonfire upgrade az nagyon jó, azt mondod? Hogyha van olyan oda, akkor az megtolja a játszást? Biztos az is a szuper buffot ad az építkezéshez. Nem fogsz messzire jutni ekkora karbonlábnyommal. Igen? Nézd, Kelvin is pakolja bele, csak úgy csökkennek ezek a számok. Biztos van még fa rengeteg, hát itt a világ összes fáját kivágtuk. És ezen kívül majd még három kell. Szerintem még egy darab... fát ki kell vágni legalább. Hopp. Én hallottam valakit onnan. Ezt vágjuk úgy... itt van fent a világ összes, mondom. Hát tud... Szia! Tedd el! Tedd el, te majom, tedd el. Szia! Legugolok. Oké, ez már barátságosabb. És most, hogyha adok neki valamit, akkor mi történik? Szerintem ez most így király, nem? Nem üldözzük, itt megállunk, minden okés. Nem, még nem barát, de most már legalább. Nem vagyunk rosszban annyira talán. Hát ez így baj. Hát ez így nagy baj. A flashlightot vegyünk a kézbe. Az nem baj neki, hogyha rávilágítunk? Jönnek a mutáncsok is estére, mi? Nem teszi, ő nem olyan lány. Darabolj neki kannibált, ha jönnek holnap. Miért? Azt szereti? Szét kell szedni a kannibálokat, tehát szét kell őket darabolgatni. És az utolsó fa is bemegy. Jó, elkészült ez a vadállat kitalációnk. Begyújtjuk a tüzet. Megeszi a végtagokat? Virginia megeszi a végtagokat? De hát, hogy ezeket nem tudom beledobni. Vagy upgrade-eltük a tűzünket. Jelentsen ez bármit is. És akkor rönköt kell hasogatni, hogy... Ezt nem tudom, hogy hogy lehet. Nyomod Kelvin, készen van, igen, királyba nyomod. Próbáljunk meg aludni. Elvíz a fazékhoz. Az majd holnap lesz. Egyőre egy alvás lesz. Ja, hát ágyunk az nincs. Meg hát itt van bent a fa. Hát amúgy ezt nem kellett volna elszedni, ezt a fát. Jaj. De hogy fog ide és most a fának a izéje itt van bent az inventorimban? Az is jó. Hát hogyan fogunk itt beférni Virginiával ketten? Hát tudom úgy kötelet mászni három lábbal. Mi? Mi van? Az ott Virginia, nem? Nem, az valami szar volt. Kelvin meg... Ja nem, Kelvin üldözi. Jó, hát az belefér. Szóval ide fogunk rakni a furniture-ből. Majd mindjárt észreveszünk, hogy micsodát. Egy voltorcs, az mindenképpen kellene, nem? Legyen egy kis fény ide bent. Ez nem is volt hülyeség. Ja, és akkor megfogod. Ide felteszed. De lehet, hogy begyújtja a házat amúgy.
Hát ez... Na, és látod, itt van az alvó rész. Itt nem süt a fejedbe a fény. Ez csak nem gyújtja fel. És ez örökre itt van. Szomjas vagy? Dehogy vagy? Kibírod. Kemény vagy. Table. Hát mondjuk ebbe a, tehát ide a kis helyszínre olyan sok mindent nem fogunk tudni csinálni. Firewood storage. Az FPS gyújtja be. Vissza ott volt az ágy. Hát itt már shelfnél vagyunk. Explosive folder. Négyre kell menni a furniture négyre. De ez nem jó amúgy, a double bed meg ilyenek. Stick bed. Hát... És akkor oda be fogunk aludni. Így. Nem lesz elég botom. De lett elég botom. Jó. Na ez azért... Most már haladunk. Ez már a haladás. Mindenki érzi, hogy most azért letettünk valamit az asztal. Virginiát meg... Nem aludhatsz, mert éjszaka itt vannak a mutáncsok. Össze kell, hogy barátoljuk. Próbáltunk volna aludni. Ott van már. Tedd el a fegyvert. Szóval akkor darabolunk mutáncsot és megeszi. Ott szalad az a hülye. Ez nem tudom mi volt. Megpattant a goisli. Lemegyünk. Szavasz. Azért ez a... Gyere Virginia, gyere! Gyere, edd meg! Mi ez? Mi ez? Gyere ide! Hülye gyerek. Lehet zabálni. Azt mondod, hogy tényleg megeszi? Ki ne vágjam a ja, az nem az én fám. Hát de ennyit azért... Csak nem zabál, ha éhes. Ja. Ja igen, milyen igaz. Lehet, hogy nem is eszik, ha nem éhes. Másszunk fel. Bentsük el. 10-es kimaxolt erőm van? Az igen, haver. A favágás meghozta azért az eredményt. Meg van húsod száradva, akkor ellopja. Ezt lopja, mindegy. Most az alvás. Tudtunk aludni. Most lent rothadnak a hullák. Virginia hol van? Mókus az elvitte. Mókus szétevett itt minden. Raw arm. És hogyha felrakom ide a... Ja nem, raktak ők ide, látod? Ott emek. Ott van. Szia! Nem kér sziet? Itt van Edki, gyere! Ez a trailerben látott tánca. Ez a násztánc. Ezzel próbál rávenni minket, hogy pározzunk vele. Ilyen furcsán kapcsolódik az a lábot hátul. Kelvin, ne ijeszd el? El ne ijeszd, megöllek. True endinget, Kelvin. Mit jössz úgy, mint egy vadállat? Szépen, lassan menjél. Magnóra is táncol? És akkor most nézni kell. És ott megy a skunk. Látod, ott jobbra kúszik a fűben. Ezt ne... Aha, és most megy és megeszi. Tedd el azt a botot. Hoppá! Karvaj! Kajak megeszi. Mostantól barát vagy? És akkor most ráadok egy ruhát? És GPS-t is adhatok neki? Swimsuit jobban állt neked, nem? Nem. Hát de, sokkal, de. Most már barát? Hogyan lehet GPS-t rátenni? Hát várjál már, ne haragudj, mert most nem vagyok ezzel így megbarátkozva, mégiscsak ez kellene. Most már akkor barát. Király! Akkor most azonnal el kell mentenünk a helyzetet. Megetettük, mindenki békés és boldog. Lövünk egy skunkot. Megsütjük a skunkot. Erre lapozol? Él még? Jó Isten. Rosszul van, valaki segítsen. Az mekkora para ez az arc amúgy. A kifordult szemmel, meg a félig kivert fogazattal. Nyomott Kelvin. Örülsz mi? Van egy csaj a háznál, de nem a tiéd. Na jó.
Lehet, hogy Kelvinnek is kellene építeni amúgy. Süssünk egy húsot. Mi? Mi? És a hús, amit felvettem, azt, hogyha rajta van a fazék, nem vetett fel. Milyen? Hát mi? Alá nem lehet... Mi ez? Ez mi? Mit nyomtam meg, hogy ez előjött? Ez eddig itt sem volt. Süssünk egy követ. Sütöd. GPS víz, igen, tudom. De szétment szerintem a bonfire. A B-t megnyomtad? Nem. Tudod, mit nyomtam meg? Mindjárt megmutatom. Virginia mostantól a barát, de GPS nincs rajta. Én ezt alá teszem. Ide fogom letenni, így. Stickert szednem kell. Adhatsz neki lőfegyvert. És hogyha a pisztolyt a kezébe adnám, az jó lenne. Szerintem megcsináljuk a kavics upgrade-et ide. Gondolom, hogy az nem kell semmi, csak így lerakni. Így van. Botokat meg szedni kell fölfele. Ott a kész Kelvinnek, Virgennek 3 van. Mi? Nem, neki 2 van, miért mondod? Jó, ezek a mieink, megvan minden is. Oké. És ezzel most igazi bonfire-t csináltunk, ami meg is maradt, ha minden igaz. Tehát ott le is ült a jó barátunk mellé. Hogy jön Virginia hozott egy halat. Egy igazi halat, de? Tedd el azt a szart. Tedd már. Meg még a 2 kis röngfélbe vágva. Megvárjuk, amíg a halat idehozzam, mert ugye adtam neki embert tenni. De szép halad van. Köszönöm, nagyon kedves. Hogy lehet vele kedveset csinálni? Megfogjuk a rófist. Te. Ezeket a karokat le kéne tennem. Hát oda csül. Mi így eszünk. De te is megkaphatod, ha már kifogtad magadnak amúgy. Odaadod nekik, fel tudod venni a mentőcsónakból. Na. Na. Mi a skunk ilyen agresszor? Szerintem igen. És megsült ez a hal? Honnan tudod, hogy mikor van megsülve? Hány óra van vajon? Ja, olyan éhes meg szomjas vagyok, hogy ilyen nem is létezik. Vajon ez már készen van? Nem, ez még mindig rófis. Várjál, még nem lett megsülve. Jaj, hát sushit eszünk. És nézd, ott van a hús is most már, az előbb még nem volt. Kelvinnek is lehet amúgy el? Biztos, hogy lehet, hogy lerakod és megeszi. Hogy jön valami szar szemben. Igen, az egy úgynevezett szar. Akkor ugye... Azt a mindenségit! Jött volna a kajára, ugye? A kajaszagra. Jézusom, mekkora hátas dobot! Jó, szerintem, hogyha megsül a hús, akkor tudni fogjuk, hogy megvan sülve a hal is. Van itt akkor víz közel. Van, itt lent, fent, mindenütt. Meg kell ennünk ebből egy halat. Jaj, ne, az még hülye, az még... Hát de még mozgatta a fejét. Megsült, de mozgatta a fejét. Láttátok? Jó, és akkor gondolom most azt úgy kellene megcsinálni, hogy megfogod a cooking potot a kezedbe. Ide jössz a vízhez. Meg amúgy raktam le egy botot, hogy rátűzzem a karokat, lábakat, mert szerintem azt jobb lesz, hogyha megcsináljuk, hogy megpróbáljuk elijeszteni az itteni őslakosokat esetleg 1 óra 37 perckor reggel. Ezt gondolom annyi, hogy belemerítem így. Aha. Aha. Így. Ebben most van víz. Drink meg dump out. Nem akarjuk dumpolni. Brutális volt ez a halas akció. Ezt nem is vágom, hogy ez... Hogy képzelték a készítők. Jó, és akkor most ez... Igen. Azt mondod, hogy ebbe most rakjunk bele dolgokat? Ó, de mi ez a kis táblázat? Hát ez clean water-t lehetne csinálni. Greg. A Greghez kell a fej meg a lábak. De mi? Úgy, hogy use. Jézusom. Hát ez berakta. És akkor... De nem lehetett volna a chicken noodle soup? Most kajak embert akarsz enni? És hogyha ezt most megnyomod? Úram Isten. Nem gondolt, hogy ezt a szart megesszük, ugye?
biztos lehet benne, hogy nem fogjuk megenni. Megsütjük, aztán nem tudom, megetetjük izével, barátainkkal. Hát ők... Ez a szerencsétlen szerintem úgy sem tudja, hogy miből van, nem fogja fel már. A másiknak meg... Hát lehet, hogy ez még valami csodás eledel is lehet, nem? Maradt még valami? Koponyát, hogyha equippelek fel, tudod tenni erre? Aha. Hát ez nem baj, hogyha itt van talán. És meg átlényegül? Hogy a viharban, ne persze. Vágod, hogy ember... emberlevest főzünk éppen. Onnan tudod, hogy mikor készül el? Tehát ez amikor már így... páncotjára fedél. Nem, mint a csontleves a Green Hellben, persze. Ez már a kész állapota? Dobok egy néhány dollárt még mellé. Van nálam egy ezres. Ultimate kaja, ami mindig van. Úgyhogy mindig van. Az ott rábotott. Nézd meg, milyen rendes. Látta, hogy én is gyűjtöm. Király vagy, nyomod. Ne ugorj bele a tűzbe, hát leég a talpad. Mind a három, ha a lábfét is, esek megőrülnek. Ennyi? És ebből most így eszel? Két kis deszkát rakjál inkább. Ezt vágod ugye, hogy nem tudom, hogy hogy kell. De az most így ott van, és abból mindig lehet venni, és az feltápol mindent. Azt mondja, kanibál tenni eléggé vegán dolog. Amúgy lehet, hogy annyira mégsem szar a szituáció, nem tudok menni. Hát megfogsz egy ilyet, így felvágod. Így. És akkor ezt kell rátenned, vagy hogy van? Magaddal is viheted, aha. Ennek a harmadát, jó. Negyed is elég lesz. Úgy gondolja, hogy oda teszi. És akkor ez így már a kínai verzió. Negyedelheted, aha. Gondolom, hogy ezzel meg vagyunk. És most, hogyha ezt kijenném, hallott Kelvin, ez az első alkalom életünkben, hogy embert fogunk enni. Belemostod a lábadat, nagyon ügyes volt. Ez így már sokáig el van. De gondolom nem megy tönkre a leves, nem párolog el meg ilyenek. Tényleg megesszük azt. Ezt a büdös mindenit neki. De hát ez így morálisan azért erősen megkérdőjelezhető. Nem tudom, Kelvin, figyelj. Én azt mondom neked, hogy... tudod mit, nem is mondok semmi. Build shelter? Nem. Maintain base. Az jó lesz. Próbáld fenntartani, ami eddig megvan. Orálisan nincs gáz, hogyha úgy veszel be egy másik embert, azt mondod? Megkaptad az üzenetet? A maintain base? Ez a base, látod? Ki ne vágj, mert megőrülök. Hát jó. Jézusom. És akkor most kaptunk buffokat. Hook buff activated. Nagyon jó. És ez örökké benne van? Tehát ez mostantól mindig itt lesz? És akkor most építkezés, meg erőlét, meg minden. De enni kellene még egyet belőle, ha már így alakult. Most félig lesz? Nem, úgy néz ki, hogy benne marad. Ez nagyon undorító volt, amit most csináltattatok velem. Ezt nem is értem, hogy miért vállaltam be. Mindegy, a bázis megvan, Virginia most már barát, a mentés az most így megvan, és akkor itt van a maintenance kitalációnk nem messze, úgyhogy oda fogunk menni. Meg kéne erősíteni ezt a fát alul, lehet, hogy körbe kéne rakni ízékkel, nem? Kavicsokkal. Tehát akkor most már Virginia jönni fog velünk a végkifejletbe is. Hogyha kézbe vennék egy ilyen követ, és ide megpróbálnám a fához letenni, az működhet? De hogy működik? Nem, ahhoz valami mást kell kitalálni. Hogy ilyen... Storage, nem? Utility, stick path. Hát nem. Raincatcher, scarecrow. Planter. Hát ide lehetne egy-két dolgot felhúzni, de... Ezek a csapdák már... Ja, és itt vannak azok, amiket találtunk, ugye?
Ez a light bulbos kitaláció drótozva. Ez mi a fene lehet, hogyha egy ilyet leteszel? Ezt esküszöm, hogy megnézem. Itt lesz a Szent Hegy. Itt fent. Majd ezt abba, barátom. Hát itt van fent. Krisztus testi. Corpus Christi. Hol vagy? Mutasd. Ja, ott van fent. Nem. Ezek sokan vannak. És most spawnoltak ide. Pont akkor spawnolnak le, amikor én megnyomnám, ugye? Hagyjuk már abba. Nem kell agresszorkodni. Jó. Rácok, építek, nem látod? De barom, hát neki esel, hát nézzek. Hogy neki ugrott? Nem számított arra, hogy létre fog jönni szerintem egy olyektum előtte. Egyetlen egy darab anal bulb hiányzik. Ja. Előttük a fejét, de megállította a fejében lévő másik golyó, ugye? Azt a büdös mindenit. Lábad az milyen? Milyen volt, amíg ott volt? Ugye? Kajak levágta a lábát? Az ott kajak levágta, futásban vágta le a lábát. Jön a többi is. Kaparodjatok el innen! A másik még állt, amikor a következő már feküdt. Kelvin, nyomja, te is, ne szarozzál! Kelvin rosszul lett. A másik kihasználta az alkalmat, hogy társunkra rároncson. Takarodjál, majom. De ne edd ki. Jó, mind a ketten benyelt. Nem akarunk itt elesni. De azért ez nagyon HC volt. Hallod, a csávó szaladt, miközben levágtuk. Lecsaptuk fejszével a lábán. Aztán elesett. Na, itt volt a mentés. Itt még jól álltunk. Mivel nincs elég anal bulb nálam, ezért nem tudjuk a keresztet felállítani a Szent Hegyre, de erre majd még lesz lehetőség, mondjuk. Ha lenne tároló, és beleraknánk a light bulbjainkat itt, és utána majd a játék során összeszednénk párat. Ez lehet, hogy jobban működne, nem? Vagy hogyha Kelvinnek azt mondod, hogy fejezze be az építkezést, és elmegy, aztán megkeresi, és akkor valahonnan előszed egyet, az még járható út volna, nem? Virginát leverik, akkor a main prió felszedni, mert nem meg tud halni, és akkor annyi. Ja, jó, aha, oké. Okay. Jön a skunk, meg a haverok, ezek szerint ők itt laknak valahol fent. Mennyi az idő? 11 óra 5 perc. Akkor elindulunk a következő bázisra itt mellettünk. Itthon minden rendben van. Ettünk is. Virginiával barátkoztunk is. Guarana Berry. Hol esznék egy párat? Az mindig jó, az energiát szarrá tápolja. Nézd meg, hogy tolja a staminát. Hát azért inkább innen erről a bokorról kellett volna legelnünk. Most érkeznek meg a vidám fiúk, aha. Ez a mutáns, vagy kanibál csapat. Szaladjunk, tele vagyunk energiával, minden rendben. A térképet azért tartjuk kéznél. A bázis elméletileg erre van. A leves tudom, hogy el lehet vinni, csak nem akarom. Ó, ott volt egy kis arrow leaf. Itt van a bázis. Lehet, hogy ki kell ásnunk majd. Ezt soha nem vettem volna észre. Ráadásul ez valamilyen bázisban van benne. És azt akarják, hogy itt ássak le. Oda néz a kanibál, hogy nyomja. Ez baj. Kötelek jöhetnek. Nem a pisztoly kell ide, hanem szerintem megpróbáljuk a... rópa miénk. Megpróbáljuk ezzel. Á, nem szarunk rá. Virginia! Engedd el, te barom! Felhíreljük. Ne dobálj, hülye gyerek! Mellé lőttem. Nem értették a shotgun működését. Kicsit fellökött, de mindjárt jobban leszünk. Beesett a fához a hülye. Akarodjá... Parod is milyen volt, amíg ott volt, ugye? Azt a vidas mindenit, neki ez a játék nagyon kemény. Gyere ide! Virginia, hova ment amúgy? Te szépség. Te mikbe vagy, mi? Szaladjál, mert villámlóbot van nálam. Megmondtam, hogy ne csináld. Nem kellett volna, ugye? Irdatlan. Még mindig vannak.
Szerintem megijedt és elszaladt, de talán nagy baj nem történt, nem? Mert megjött a feleség. Crossbow-t ismeri? Hoppá! Azt a mindenit, ilyet még nem is láttam. Ez gerinclövés volt szerintem. Semmi baj. Mindjárt rendben lesz. Oké. Okay. Mokibot imádta ezt. Várjál Mokibot, várjál, még vannak itt. Lehet, hogy nem engednek minket ásni. Ha. Egy Night V. De jó. Ezzel bármik... Ezt oda kéne rakni a bázishoz. Valaki gyászolja a feleségét. Most már nem gyászolja. Azt a rohadt, egy fejlővést kapott, láttad ezt. De hogy mászott be alá? Miért mászott be a halott társa alá? Vert szét a sátrakat? Azt mondta, hogy akkor sikerrel megszüntetjük az itteni infestációt. Kötelet visszük. Ebben tök jó, hogy van egy csomó ilyen modern szerkezet, mint a kötél. Iszonyatosan kemény. Ó. Na hát, itt a seggoltárnak hoztak ilyen különböző ellátmányokat. Aha. Itt nem lesz izé kanibálkodás. Sok seggfej. Ez mi? Hogy megkeményedett a bőr, láttad? Seggoltár, hát azaz. Központban a segg. Csak itt nálunk a Ticsper TV fogókáson. Leverem én ezt is, nem tudom mi ez. Azt nem verem akkor le. Na, úgy látszik, hogy mindenki megnyugodott. És talán most már akkor ide nem is akarnak majd visszaköltözni mellénk. Oj! Oj! Azért az veszélyes volt, majdnem rám támad, mint a izében, a Night in the Woods-ban Gregre. Akkorában voltunk itt a harcokkal. Aha, hogy majdnem kivágtuk ezt a fát, látod? Rok rá, ki is lesz vágva most már. Ráborulnak a hullára. Ez az ultimate kill move. Látod? Így gyönyörűen, ebből már nem lesz felkelés. Mindenki meghalt, mindenki nyugodt. Lehet ásni. Ez milyen mozdulat? A kétszer nyomod meg, ezt engem is láttam. Hát az ásás. Jól megküzdünk a mai alkalommal. A túlélésért, nem mondom. Igen kemény a játszi. Jobb klikka, igen, de hogyha kétszer megnyomod, akkor meg kifelé nyom egy ilyen berry move-ot, láttad? Tiszta Dark Souls. Ha bal kezemben lenne egy shield, akkor ugyanígy nézett volna ki, csak shield-el. Remélem jó helyről távolítom el most a... Talán még innen. Alakul. Karbantartói bázis kiásása. Na végre meg is vagyunk vele. Azt hiszem, hogy akkor mehetünk lentre. És mostantól ez mindig ott lesz a bázisunk mellett. Ez a B. És akkor ennek is megvan a kulcskártyája. Megnézzük, hogy kik laknak odalent. Gondolom, hogy az egyik ilyen biztos, hogy rejt majd valamit. Jó agyagos itt a föld, az bizonyos. Én mondjuk nem mennék így le. Biztos, hogy előbb bevilágítanék, körülnéznék. Bedobnék valamit, megnézném, hogy valami rájön-e. Aztán egy gránátot is. Hát, hogy menteni kellett volna, nem? Nem észároltuk az egész tábort, mindent. Ebbe inkább nem iszok bele, bár lehet, hogy ez itt tiszta. Tedd el azt kérlek, a mapot. Inkább egy lightot vegyünk ki. Hát mondjuk ennél erősebbre gondoltam. Nem ez volt a... Dehogy nem. Ez volt szerintem... Jaj ne, az rómít. Jó, mondjuk most már mindegy. Talán most már mindegy, hogy milyen meetet szedegetek. Itt a következő lokáció. A bunker C. Mondjuk ezt megtaláltuk ugye az előbb a... Itt víz van mindenhol. Szerintem ez lesz az.
fürdőszoba. Tudod. Silencer, itt is itt volt ezek szerint. Ez az. Jó, a compound bow. Azt a mindenit. Én nem erre gondoltam olyan katonára, de nem baj. Nagyon jó lesz ez is. Azt megeszi. Hú, de szar lehet így a keserű gyógyszert szétrágni, hogy ropog a fogad alatt, nem? Amik ilyen helyzetben talán mindegy. Ez a compound bow, ez még jobb lesz, mint a másik íjunk. Mármint a crossbow-unk. Azt lehet, hogy megeszem. És akkor ezek szerint itt lokációt találtunk, viszont nem találtuk meg a keycardot, lehet, hogy itt nem is lenne. Ennyi ez a B, ugye? Tehát itt más nincs. Különböző... Miért van víz alatt? Azért, mert betört ide valahonnan, nézzük, hogy mik vannak még. Anal bulb? Na itt mégiscsak meg lehetett volna csinálni akkor, amit elkezdtünk ott építeni. Mondjuk nincs olyan messze. Akkumulátor, szoláris panel. Jó. Ezek szerint ez ennyike volt. Ez nagyon nem volt egy olyan nagy cucc, ez a maintenance bunker B. És akkor minek hívták vajon azt a print? Ja, az a VIP volt az első, amiben ma bementünk, ahol Virginiának a keycardja segített minket előre jutni. Ez... Hát nem tudom. Menjünk vissza, nézzük meg, hogy hol vagyunk a bázis, merre felé van. Mondom, ott kell vinnél. Jó, de itt van egy Night View, ugye? Hú, buff war off, leesett rólunk a buff, amit a kaja adott. Azt lehet, hogyha itt felvagdosnám a szerencsétlenül jártakat. Mondjuk úgy látszik, hogy elhordták a holtesteiket. Az Isten tudja, hogy ki vihette el. Hallod a békát? Ez kell nekünk. Igen, itt is volt egy 3D nyomtató, bizonyám. Na ez az a frankó szerkezet, amit én annyira imádok. Ilyet, hogy szágul, ez átmegy mindenen. Itt nem lesz izé. Nem baj, jó volt. Hová lett? Én nem is kell már használni, de használom. De mi? De miért nem tudta átugrani azt? Imádom ezt a szerkezetet. Ezt vinni kell mindenhová. Mit csinálsz? Megbántottad Kelvin, te rohadék. Te rohadt. Hol a társad? Mutasd, melyik kezével csinálta? Ez a carbon fiber, ez jó. Nagyon jó. Na, de melyik az? Mi, megdobtál? Mi volt? Aszta. Milyet ugrod? De nem tudod elintézni. Jó, megvan, szerencsére. Szerintem elintéztük őket. Most kellene helyreállítani a HP-t, lehet a izével. Remélem az összes nyilvesszőn megvan. Kelvin is magára talált. Azzal, hogy eszek ebből? Ő is jött itt jobbra kajálni még. Szerintem akkor sütök még talán. Mert most ez úgy néz ki, hogy kiürült. Viszont akkor ezt el kéne vinni. Mit csinálsz? Ezt meg akkor meg kéne fogni, fel kéne darabolni, ugye? Egyre jobbak vagyunk ebben a túlélésben, úgy érzem. Lett csigási? Éppen ebben a másodpercben lett. Lemaradtál róla az imént szerintem. Mi az a fehér, ami ott tömlik? Ja, ez a parental view, ugye? Tehát, hogy amikor a gyereknek nem szabad néznie. Volt egy kar. Leesik az még, nem kell aggódni. Ott van. Úgy is van. És akkor hozunk vizet. Érdekes módon a HP-mat egészen jól helyreállította ez a kis kajálás. Hú, meg is vagyunk. Na, mert a vízhozam. Nem ott néz rávezetni az új diétára. Igazából nagyon kézenfekvő, mert mindig jönnek ezek a szar életűek, ugye? Tehát, hogy nincs olyan, hogy ezek abba hagynák a jövést. Ami mondjuk egy igencsak sajnálatos dolog, mert tök jó lenne, hogyha egy kis nyugtunk lenne.
és nem kellene minden nap megküzdenünk. Ja, a keresztet is meg lehet csinálni, viszont ahhoz az én a Balderért el kell mennünk, ugye. A mentés mindenképp kell, igen. Olyan a tűzre kell amúgy tenni? Gondolom ez ugyanaz most, nem? Mint ami az előbb ki volt jelölve, vagy nem? Nem, ilyenkor tiszta víz, ilyenkor ezeket beteszi. Jó, megcsinálja. Oké, mentés az kelleni fog, keresztet feltesszük. Mondjuk lehet, hogy nem is ide kellene, hanem ide alá. Nem? Így ide lerakni. Ide, itt ahol vagyok, ezen a szent helyen. B betű, és akkor az alsó ágat fogjuk nézegetni. Kanibálok lesz a szarják, azoknak a maszk kell. Ja, mert hogyha maszkban vagy, akkor azt szeret. De nem baj, mert én szeretnék olyat építeni, amit az előző végigjátszásban még soha. És mivel én a bábat soha nem használunk, ezért miért is ne csinálnám ezt most itt meg? Nem? Ugye, ide ráraknád, vagy mit tudom én, ide. Aztán, hát... De nem, mert éjszaka lássuk már, nem? De amikor kinézek otthonról, akkor lássuk, hogy milyen szép szent kereszt van itt fenn. Az István a királyba ilyet nem állítottak az emberek el, hiszen... Pedig ott aztán volt olyan... Ja, ez nem olyan gerenda. Lehet, hogy varázsolnom kell. Jó, menjen. És akkor a light bulbot... Ez milyen fa amúgy? Ez tiszta agresszív, nem? Nem nagyon akar kiborulni innen. Lehet, hogy ez nagyobb? Ű, barátocskám. Jó, jó, hál' Istennek sikerült. Ez valami ultra keménységű fából készül. Vajon egy elegendő? Hát egy, igen. A másikat elhagy. Mit csinálsz? Mit csinálsz, jó ember? Köszönöm, nagyon kedves tőled. És akkor most vissza kell menni az én a bálbokért. Ott volt egy csomó bent. Mondjuk akkor már mehetnék a Nightweave-vel, mert az a szuper gyors és szuper fun. És ugye itt leginkább a fun faktor az, ami a legfontosabb ennél a játéknál. Mehet már is. Azt hiszem jó felé megyek, ha erre megyek. Ja, ez azért óvatosan a fák között, mert nagyon érzékeny kanyarodásra. Szuperbaltát ott hagytam a maintenance szában. De ez nem szuperbalta, ami itt van nálam, mert én úgy érzékelem, hogy szerintem ez az. Nekem ez szuperul működik, tehát nincs igényem másikra. Hogy szállsz le. Két ugrással. Ez középbalt? Bocsánat. Maintenance szába ez el lehet szaladni majd még, hogyha nagyon akarunk, bár nagy favágásokban nem vagyunk benne, tehát az lehet, hogy kicsit túlzás volna, hogy pont a fejszét tápoljuk szarrá, amikor szevasz druid, jó estét, amikor annyira nem használgatjuk, nem? Esküszöm, hogy itt hagytam a lightbulbokat, ti is láttátok, hogy itt voltak? De most kivették? Na nehogy már. Pont amikor a Szent Kereszt létrejönnek, kivesznek minden. De a szoláris panel is eltűnt. Szerintem nem lehet tápolni, mert nem dobálnak fogakat. Ja, tényleg az első részben volt a fog. Ja, és akkor rá lehetett rakni a fegyverekre mindenféle. Az mondjuk nem volt szarkitaláció, nekem tetszett. Ebben nincs a printer rezin betöltve. Azért sem akartam itt is elkezdeni megtölteni, meg a másik helyen is, ahol már 300 benne van. Plac, 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 plac. Ez nem jó. Szerintem menteni kell, meg újra tölteni, hogy itt visszajöjjön minden. Habár lehet, hogy az ágyon lehet menteni. Mondjuk nem hiszem, hogy itt lehet aludni. Ennyi az idő? 16 óra 03, nem hiszem, hogy ment. Várjál. Menteni megérheti. És hogyha ilyenkor kilépsz, belépsz, akkor... Akkor gondolom a lightbulboknak a helyükön kell lennie, ugye? 2 óra 2 perc van, még egy picit nyomulunk, bár már nem sokáig, mert már fáradok én is ma estére load game, és megnézzük, hogy ott lesz-e. Jaj. Aztán akkor innen megyünk tovább a következő epizódban majd. Nem zargatlak titeket sem, 2 óra 3-kor. Nézzünk egy filmet még, addig szordom ma este is. Megvágom a vodokat. Holnap kimennek a Night, nem a Night, a Neverwinter Nights vodok majd a YouTube-ra reggel. Meg családozni akarok holnap, és azért...
is jó lenne majd időben feküdni. Korábban kell majd kelnem, mert hát mégiscsak a család nem igazodik az én életmódomhoz. Hál' Istennek! Ilyenkor a printer, rezin, meg mindenféle dolog elérhetővé válik, de a lightbulbok, amik az előbb itt voltak, ezek most eltűntek mi. Nem hiszem, hogy lesz nálam lightbulb. Pedig esküvő, hogy volt itt. Ott vannak. Na megvan. Jó, király, király, mehetünk vissza. Placs, placs, placs. Az a szikszalag még jól jön. Egyébként még ez is egy biztonságosabb bázishely. Ezek a barlangok jobban megérik, hogy belagd őket, mint bármelyik hely idekint. Ez fix. Tök hülyeség szerintem szívni azzal, hogy az ember bázist építsen, hogyha ezeken a... Rögtön az első elérhető barlangban volt egy kis betöltés. Rögtön az első elérhető barlangban. Hol van? Pedig itt kell lennie. Már tök menci dolgokat találsz, és oda senki soha nem jöhet utánad. Itt vagyunk a keresztnél. Íme! És ezt valahogy áram alá kell pakolni, tehát hozzá kell kötni, vagy az éjszaka világít, vagy hogy megy ez vajon? Értem én, hogy lightbulb meg ilyenek, ehhez kell külön áramfejlesztő? Ez micsoda, a golfkárt? Lehet, hogy csak le kell raknom egy aksit a földre és valahogy húzallal rákötni. Ez nem tudom, hogy mi a fene lehet. Mi ez? Ez valami csapdának tűnik inkább, nem? Napelem kábel, akku, ha este is akarod. Napelem, hát abból meg aztán annyim van. Nézzük, napelem. És ezt így lerakod a földre? Mögé? Így. És akkor, hogyha ilyen kábel, meg a kitaláció, ezt mellé teszed. Nem, ez nem így megy, ezt... Ja de. Oda. És a kábelt hogyan kötöd össze a kettőt? Ez most 100 watton áll. Amúgy ez lehet, hogy tölti is az akkumulátorokat. Szevasz Virginia, mi van nálad? Nem lehetne egy GPS-t adni neked? Miért nem régen adtunk neki valahogy? Most újra barátok vagyunk. R. Ez szép prompt, hogy R. Várjál csak. Tehát így most megnyomod, hogy R és... Ó. Igen, a GPS lokátor szívecskés, nagyon jó. Én a pisztolyt odaadom neked, mert gondolom nálad végtelen a lősze. Hát mondjuk nem a hátsó, tényleg van hátulkarja. Shotgun az enyém, ne hari. Mostantól barátok vagyunk, jó? Jó. És akkor itt? Ezzel mi a fenét csináljunk? Kezembe kell vennem a húzalt, és esetleg úgy valahogy? Igen, és akkor ott... Na hát, ez régen nem volt ilyen. Így. Beindult a Szent Kereszt azonnal. Az igen! Corpus Christi. Ez igen. Napelemes Szent Kereszt. Itt fent a dombon. Tegyük el a fegyvert, mert megijedt tőle. Tessék, kábel. És akkor ehetnénk ilyen durvított buffokat. Te sem teszed el azt a pisztolyt egykönnyen, nem? Mondjuk neki nincs rá hangtompítása. Lehet, hogy ki kéne mennem a másik pisztolyt megszerezni, és akkor nála is van, meg nálam is. Ez nem is lenne hülyeség, hallod, Calvin? Neked is lehet ilyet csinálni, hogy E betű, akkor R betű. Get, sticks, rocks, logs. Nem, haver. Get, weapons. Build, weapons. Build, no. Ne. Maintain base, jó? Tarts fent az állapotokat. Ja, el kell menni akkor, és akkor neki is van pisztola, meg nekem is van. Jaj, de szép. Nem? Hát ott, mikor oda még rakhatnánk néhány fát. Na, jó. Készen állunk.
mostantól mindenkit látunk, ez a bázis, ez szar volt, ez nem volt érdemes. És akkor a következő, szerintem a Night V-vel kellene mászkálni, amit meg valamerre ide tettem le, fent a dombra. Skunk el ne vigye! Kelvin non-combat egység, nem? Ő nem akar, én is úgy látom, nem akar küzdeni. Most vagy arra felé van, de inkább szerintem arra felé. Mentünk egyet, innen folytatjuk legközelebb, de még a Nightweave-vel elindulunk. Megnézzük, hát egy pisztolyért ki tudnék-e úszni. Azért lehet adni, nehogy offscreen meghalljon. És ilyenkor ő védve van, tehát ő így van kitalálva, hogy kemény védekezések. Itt van már 6 óra 47 perc, megy a mentés. Na ugye, azt látod? Jó, ez napközben majd feltölti magát. De miért nem jöttél fel amúgy? Neked is kell egy külön ágy ilyenkor? Vagy lehet, hogy három lábban nem tud kötelet mászni. Jobbak a túlélési esélyei, aha. A kettőt benyelünk ebből. Az a helyre kezdjük állítani a HP-nkat. Ráülünk a Night V-re. És akkor elindulunk, megkeressük azt a fegyvert, mert szerintem amúgy nem lehetetlen. De jó, nagyon szeretem, amikor vihar van. Ó, ez nagyon menő. Akkor mehetünk is. Itt leugratok, elhiszed? Mint hogy gyerekkoromban magamat láttam volna. Egy pillanatra olyan volt. Várjál, még egyszer. De most az benne marad a vízben? Anya, hozza a kamerát. Esküszöm, hogy ki fogok mászni ebből. Slamasztikából. Hát ez így jó szar, várjál. Gondolj már fel valahogy, hát mit búvárkodsz? De elvisz a sodrás? Mi történik? Na, stamina rendben. Átugrik a másik. Seggembe ugrik, hát nem tud kimászni. De nem olyan vészes ez, hát ki kellene tudni, hogy... mi az a hal? Mi random halat vettem fel a térkép alól. Ilyet. Hát ilyet még nem láttam. Úgyhogy nem tud kimászni. Próbálj már meg kiugrani te szemét, láda, hát ilyet nem látott még senki. Virginia, húzd már ki, kért. Ja, na, megjött a csaj, azonnal kimásztam, abba hagytam a hülyéskedést, jól van. Ezt nem is értem, hogy történhetett. A Nightweave-re szükségem van. A tiszta szar volt. Nem lett volna szabad így. Na, azt a tarpot elveszem. Nem lett volna szabad így bebugolnia, hogy nem enged ki. És most egy, hogy rohadnál meg, hát nem lehet igaz, hogy minden szar az utamba kerül. Figyeld, most egy nagy ugrást bemutatok. Mehet. Holy shit! Júj, haver! Ez igen, de ez amúgy nem sebez. És a gépezet is megmarad egyben. Ez akkora metál. És mehet tovább, és még egyszer. De mi? Most éppen minek estem neki? Vagy miért nem ment ott fel? Nem baj. Szépen lassan legyőzzük az akadályokat. Wow! Wow! Haszta! És megy tovább! És na végre, tudtam én, hogy be tudom mutatni. Hát na! És láttad, hogy hogy érkezett? Hát ez egy külön sport dolog egyébként másoknál. Úgy hívják, hogy... mi a neve? Várjál már. Downhillezés. Na hát tessék. És ebben a játékban meg tudod nyomni. Láttátok, hogy hogy szállt? Na. Ezek azok a pillanatok, amik miatt megéri leülni játszani. Érdekes, most nem borultam. Virginiának amúgy nincs egy ilyen barrangja, ahol mindenféle dolgot felrajzolt előző életéből. Tehát így meg lehetne nézni, hogy anya, apa, Virginia ott a három lábukkal. Olyan, mint a hányás ejtőernyő erdérkettő. Mi az a hányás ejtőernyő? Szerintem itt errefelé volt a pisztol. Van benne pisztol? Mármint, hogy izé, ejtőernyő. Mindent felfedeztél ezek szerint ebben a játékban, Iván, de nagyon durva, hogy nem is gondoltam volna rólad, mindig szidod meg minden. Aztán közben meg kiderül, hogy fanatikus Forest 2 rajongó vagy. Van egy barlangja tényleg?
És ott lakott lent. Amúgy erre akkor sikerült ráhibázni, mert én esküzem tudtam. Nem arra értem, hogy van bunkerje. Van egy bunkere? Egy szobája pontosabban, aha. Hát de... Itt lehet, hogy kéne ásni, nem? Hát, hogy találhatnánk valamit. Hát de csak... Hát nem hiszem. Nem hiszem, maximum ilyen klottyot, meg ilyen hülyességeket. Na jó. De csak megnézi az ember, ha már itt van. Mi az a piros? Ez egy flare. Megint meghalt valaki. Szevasz Géza. Semmi baj. Járhattál volna szarabul is itt, de... Útkor például az a mutáns... Ja, már nem hallotta. Itt a seg mellett halt meg. C4-es brikkeket veszünk itt magunkhoz. Nem baj, az jól jön. Muníció lett volna itt még. Ezt a helyet amúgy lehet, hogy meg lehetne a GPS lokátor. Aha, nem, ez egy cikla. Ne, ne aggódjon senki. Ne aggódjon senki, ez csak egy újabb fázis. Elmúlik. Köszönöm. A nyugágyat rögtön berakjuk a halaknak. Nekik is jár egy kis pihenés. C4-es brikkek, fák, egyebek, jó, ez nem kell nekünk, ez felesleges, de a mentés miatt jó volt. Hapuci. Itt van szerintem a Night V, amúgy ezt hozhattam volna magammal, és aztán kereshetem. Ja nem, mert ásni akartam, persze. Felássam, megnézem, kíváncsiságból. Mert a múltkor egy csomót ástunk, és totál nem volt semmi értelme, ugye? Most lehet, hogy lesz. Ássál, csak nem gond. Na, tudtam, pénz, meg kötél. Van elég gomba mikrofonon? Ilyen izé, streamer mikrofonokon lehet, hogy van. Hát ez egy professzionális stúdió darab, azért ez... Ez nem a izé Twitch világának exkluzívan ledekkel ellátva, tudod. Gondolod, hogy nem gyűjtöttem rá ilyen sokáig? Nem vettem a minőség, amúgy tényleg semmi nem volt, itt csak egy bájár. Nem éri meg ezeket, látod, akkor ezek szerint átnézni. Most miért világít megint? Az előbb akkor csak megjátszotta a halálát. Mi a fene? Ez szerintem trollkodik a gyerek, hogy... Na, most úgy néz ki, hogy mégiscsak hallott. Új a mikrofon? Igen. Nem vetted észre? Nem, én már neked már nem mondom, mert... Múltkor si tudtad eldönteni. Azt hiszem itt volt kint a hajó, nem? A kis csónak pontosabban, a mentőcsónak. Aha. Hát nem. Vagy lehet, hogy igen, csak nem innen látom, várjál. A múltkori esés jobb volt. De tök jó, hogy nem sebződünk. Ott van. Aha, megvan. Tehát akkor megvan a második pisztoly. És akkor most Virginiának is van, nekem is van. Az igen! Afo! Tök király! Na jó, én akkor most ezt felveszem, és akkor ez az epizódunknak a vége lesz. Hogy az megvan. Itt amúgy volt lerakva egy nyugi pontunk. Szerencsére. Remélhetőleg a cápa nem támad meg. Hú, hogy sokan vannak, pedig ezt a cuccot itt kell hagynom. Tegyük ezt így le. És ússzunk ki. De rajtam van minden, aminek rajtam kell lennie. A víz alatt nincs semmi, amit használhatnék a cápákkal szemben. Viszont egy csomó húst tudunk onnan összeszedni a királyokból, ugye? Hogy mi az ilyen karvaj. Szép víz alatti élővilág. És mindjárt szembe jön a izé, a tűrűp, 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 tudod melyik? Esküszöm, vannak izék. Fínárok, soha nem láttuk még. Sprinttel úszunk.
Még egy kicsit lentebb megyünk. De menjünk az aljnövényzet világába. Itt a cápa nem vesz észre, hiszen ő folyami lény. Ha elfogy a staminád, mi történik? Most fel. Most éjszaknak. És annyira éreztük. Láttad, hogy tényleg itt van? Senki nem hitte el nekem. Én sem amúgy, de pont sikerült ráérezni. Egyre több csoda történik ebben a mai epizódban. És ott is van a pisztol. Még a másikat jól lett volna kitárazni előtte, nem? Ha megesszük ezt a flare-t, de szépen úsznak itt a halak. Hogy mi ez? Jó vagy, János? Tök jó lenne, hogyha lenne néhány muníció. Ez mi? Ide, hogyha nyomsz egy lövést, akkor szépen elsüllyed. Szóval ez a pisztolyunk, ami 1, 2, 3... Így összeszerel mindent rajta? Nem, kétszer kell, hogy megtörténjen. Gondolom, hogy teritárral találtuk meg amúgy, csak hát a lőszer mennyiségem az nagyon gyatra. Jó, ez már megvan. Ezt fel is kell raknom a kettes gombra, talán a hármasra, az jó. 15 darab 9 mm-es ammó van nálam. Slug ammó 40... Hát a slug ammóból nagyot mehetnénk. Szevasztok, srácok! De egyszerre négyen szálltak oda, és egyiket se találtam el. Arra megvárjuk, megvárjuk őket csöndbe. A lézered ugatott? Ennyi, biztos, hogy nem. Sirályok ezek szerint, amit te hallasz. De nem jön közelebb, hát nem így. Így nem lesz vacsora. Mondjuk lehet, hogy lesz kanibál. Eskü nem találja így el. Közelebb kell állnom. Bocs, haver. Jönnek már, nem kell aggódni. Most tesznek ilyenkor egy kört. Nézd, ő az. Ő az, én már látom. Nem. Nem ő a... Jaj. De miért nem? Na, asztal! Ez igen! A nem szarra a gurító következő részében. És a cápára figyeljünk oda, mert amúgy lehet, hogy itt túlálkodik. Vagy lehet, hogy a cápának meghatározott óra száma van, nem? Hogy déltől kettőig itt rendel, és akkor utána átmegy egy másik lokációra. Ezt reptében kapta ketté. Kicsit meg is nyúzzuk, így. Azt a húsot majd meg kell sütni. Igen? Alire! Alire! A húsodat, de nem adja oda. Jó. Akkor ki kell, hogy ússzunk. Figyeljünk a cápákra. Én amúgy egyik irányból sem látok most. Talán jó esélyünk van arra, hogy kiússunk. Próbálok megint leúszni az aljára. Stamina nem számít, azt majd feltöltjük. Amúgy meg itt lehet, hogy volna értelme alul is körülnézni, mert lehet, hogy valamelyik... Nem csak kavicsot tartalmaz a mederben, hanem mondjuk valamit lehet esetleg a pisztolyos jó ember kiejtett egy egész lőszertáskát, és mondjuk az egész lőszermennyiség a játéknak meg kétszerezve ott lesz benne, tudod. Szerintem, hogyha nem megy a staminám, az se számít. Ide lentre meg a cápa nem jöhet le, mert mondom, itt nagyobb a víznyomás. Hát azért itt a hidrosztatikus nyomást azért ki lehet számolni rögtön, hogy a fölöttem lévő vízoszlop, ugye súlya, plusz még a ránehezedő légnyomás, mert azért az sem mindegy. Ezt a halat nem lehet amúgy ilyenkor elkapni? Mert lehet, hogy ez a baj a vízzel általában? Mert a vízszint az ugye nagyjából megegyező, ugye a tengerek és óceánok. Lehet, hogy az a baj, hogy nincs egy ilyen nagyon mélyen fekvő óceán, mert akkor ott más lenne a víznyomás is, mert a levegőoszlopnak a súlya is rajta van, meg a vízoszlopnak a súlya magában, ugye? Én szerintem ezt így kell kiszámolni. Ugye fáradtunk, hogy innen már csak a Nightwing vihet bennünket vissza. Lehet. Készen állok. Hát kicsit messze van, de nem lehetetlen. Ugye eddig eljöttünk, akkor most már innen vissza kell tudnunk menni. Mi? Itt van egy sátram. Ugorj. Gyere itt, te hülye. Jó, én nem azt mondtam, hogy bukfenceszket. Mindegy. Legalább itt tudunk egyet menteni.
Amúgy itt nagyon kis takaros bázisunk van, mert itt raktunk le izét is. Így mehet. A mentés az nagyon fontos, mert most a pisztoly az jó cucc. A lázer, az szerintem az nem kell nekem, mert... Most érted, az a te izé őrületed, hogy akkor ne célozz, hanem hogy... Hogy akkor nyomkodd a... Mi a fenével? A hipfireből azt a fegyvert, tehát szerintem hülyeség. Aj, várjál. Tehát, hogy... Tök nehéz, tök gyorsan minden elmozdul. Nem egy huntshowdown, ahol fél órát célzol valakire, azt így is eltalálod. Peregni kell, gyorsan... Azt a rohadt mindenit. Gyorsnak kell lenni, megfontoltnak kell lenni. Szabadnak kell lenni, élni kell. Menjünk a part mentén, mert ott csak nem lesz... Oké, ez jó volt. Azt hittem elesek benne. Csak nem lesz annyi fa. Lehet, hogy elevelem is így kellene benne. Lehet lámpa a kezedben akkor? Miért? A lámpa mit segít? Azt gondolod, hogy nem tudok már másik lázert felszedni? Lehet, hogy úgy kellett volna, hogy Virginia fegyverét dismantle-öljük, és csak a pisztolyt adjuk neki oda alapból. Hát ez milyen csíra lett volna? Hát odaadtuk neki a legtápabb pisztolyt. Jó, de hát azért... Mégiscsak tudjuk, hogy hova lövünk, nem? Meg szerinted mennyit fogok pisztolyt használni? Az igen! Az megdobott! Ez de jó volt! Főleg amikor érted, slug ammóból van nálam 46. Nincs olyan... Leüríteni? Hogyan lehetett volna kivenni a tárat belőle? Szerintem olyat nem is lehet, hogy kitárazol. Most érted, tár nélkül odaadom, akkor ő majd keres neked muníciót, azt elkezdi használni, vagy hogy? Biztos, hogy nem. Tira nem. Megnézze, csima pisztolya van azt. Én nagyon jól láttam. Egy csima pisztoly van a kezében. Ezt láttuk is. Persze. Hopp, ott volt egy kis hús. Mondjuk most már haraphatok is akár, tudod így, ahogy száguldunk itt az erdőben. Mindjárt otthon vagyunk a Szent Keresztnél. Annyira menő ez a szerkezet, hogy imádom egyszerűen. Nézd meg, hogy megy. Nézd meg, hogy megy. Itt voltak ilyen nagy... Nagy szakadások, a szakadéknak nevezett dolgok. Na. Na, hát kérem. Jó ez. Megy ez még, csak rossz volt az irány, nem tudott menni azon a... Azon az irányon tovább. Ez nem lesz jó így, nem bírja. Na, hát de leengedi, hát pedig így gyalog felmegyek, hát akkor... Amúgy lehet, hogy csak kapaszkodva. Kicsit eufemizálva volt ez a felszaladás, azért látszódott. El tudtok képzelni ennél menőbb dolgot itt transportációra a játékban? Szerintem nem. Szerintem ezzel bármikor elmegyünk a maintenance A-ba, ez mi? B-be. Nem, vagy a C-be? Ha valaki mögöttem. Aha, ez a benga. Aha, és ezeknek van egy egész táboruk. Mi lenne, hogyha valaki dobálna néhány gránátot a táboruk? Ez nagyon király chillbe vagytok, ha zene is szól, meg minden. Ez egy gyerek? Szétverem még mindent, hallod? Na, ez ultramenő. Staminám elszállt. És még mindig rajta vagyok. Mekkora baltás? Én vagyok, hát szerintem a kanibálok hetek múlva is ezt fogják emlegetni. Jó Isten, zárkózzatok be ilyenre, mert visszajön az a barom. A Night V hátán. Mozog, gyerünk! És szétszedi a sátraitokat. Kicsit agresszor, el kell csalni őket szerintem először. Gyertek, gyertek, azaz, addig amúgy is staminázunk. Mondjuk nem tudom, hogy a staminám miért nem töltődik. Mehetünk. Nincs stamina regenerációnk. Nulla. Ez az. Nem lesz lakás, meg ilyen hülyeségek. És lehet nyomni tovább. És győzelem, az egész tábor szét lett dikhályozva. Mehetünk. Kelvin itt van valahol, Virginia meg az átellenbe
megy, úgy látszik. Kelvin a tábornál van, Virginia meg szerintem... Nem tudom. Még be van éppen. Erre emlékszem, hogy itt leálltunk egy kicsit. Jaj, a rohadás. Bocsánat. Menjünk itt, erre felé, itt biztonságosabb. Ez itt a metró lejárat, ahol ugye laktak a Jánosék, és akkor most ide átmegyünk a Szentkereszt patika mellé. Gyönyörű, nagy ugratással, kettőugrás. És nem megy tovább a szerket... Ne, tehát kicsit tovább ment, de nem vészesen. Haza is értünk, pisztolyunk is lett, Virginia is kapott, mindenki fel van fegyverkezve. Ennél jobb nem lehetett volna. Hát lehet, hogy azt kellett volna mondani Kelvinnek, hogy legyen szíves addig falakat építeni ide, ugye? Mert amúgy azt is meg lehetett csinálni, hogy így kijelölöd a falakat, és akkor mondjuk itt szerintem jártak azóta. Nézd meg, hogy mennyien totemet raktak ide. Hát itt még mindig fő a... Greg, vagy mi ennek a neve. Akármit is jelentsen az. 2 óra 29 van, úgyhogy idáig jöttünk. Képzeljétek el, hogy van valami... Valami majomszabású, aki az összes Sons of the Forest játszásunk alá nyom egy nem tetsziket, úgyhogy szépen pontozza le a videóinkat, hogy az algoritmus minél kevesebbet mutogathassa őket az érdeklődő nézők számára. Viszont egyébként aránylag tök nagy a nézettsége, úgyhogy ez egy tök szomorú dolog, hogy nem nyomogatjátok sem a tetsziket, sem a feliratkozást a csatornára. Nagyon sokan nézitek a VOD csatornát, de az emberek elenyésző százaléka nyomja meg a feliratkozást oda. És ez is egy szomorú dolog. Próbáljuk meg, hogyha esetleg van kedvetek. Ja, elgémberedtem ellensúlyozni ezt a negatív hatást, és hogyha jól szórakoztok, akkor ez tényleg csak egy kattintásba kerül nektek. Köszönöm szépen mindenkinek, aki velem tartott a mai napon. Remélem, hogy tetszett az Astrobot befejezés. Meg a Sons of the Forest folytatás, akkor itt még van egy epizódunk, de szerintem már csak egy van hátra. Most, hogy Virginia már a barátunk, szerintem mehetünk a C bázisra, amihez a kártya megvan. Bár a kártya lehet, hogy nincs is meg, de a lokáció mindenképpen megvan. Az artifaktok közül a legutolsó, az még nem tudjuk, hogy merre van. Tehát lehet, hogy nem is kell amúgy az előző True Endinghez nem kellett. Viszont szerintem nem fogok felszállni a helikopáterre, amikor el akarnak vinni majd innen minket, hanem inkább itt maradok, és akkor... Hogyha esetleg bármikor valamit hozzáadnak a játékhoz, akkor meg tudjuk nézni egy új barlangot, vagy valamit. Szóval ezt egy ilyen nyitott végigjátszásnak fogjuk majd megtartani. Itt talán több értelme van. Köszönöm szépen mindenkinek, aki támogatja a csatornánkat bármilyen formában is. A patronusaink listája következik. Szilajka, Barkata, Old Murkró, Fekete Retek, Suzy, Johnzuti, Puki Bubi, Dorcsit, Sajtos, Tejfölös, Velkor, Bradacs B. Bradacs B és Bekka, remélem, hogy jól vannak, mert milyen régóta nem hallottunk amúgy róluk. Zsolt B, meg Viktor, Lóder, Gorem, K. Péter, Joni, nem hajnal, te még nem alszol. Isti és Zsószi, remélem ők is jól vannak. G. Vince, Vitamin SC, Grundár, Dárdón, Kat 81, Deark, Deftor, Dominik, Spektrál, Inter, Ciza, Peki Petra, Zsóci, Aranzó, Trilobita, Kori, Kolker, Simon G., Kismarci, Irengard, Esztibor, Engábor, Babherceg, Haxorc, Vardam, Szesan, Benesan, Zsé István, Sarumun, Astromókus és Coolers, Ninjackle, Varvajk, Filvi, Emil, M. Hajnal, Gutix, Lodin, Vegabéka, Druvit, Nice, Chillax, a titokzatos 58. és 59. Köszönöm szépen YouTube-os támogatóinknak, V. Balázsnak, V. Ádámnak, Babhercegnek, Bucsernek, Bernadettnek és Aplóz Gameplaynek, és természetesen az xzone.hu-nak, amiért támogatják csatornánkat tök menő hanglemezekkel. Na menjünk, filmezünk a Dixordra, én meg vágom szépen itt a vodokat is, hogy holnap után már tudják nézni az érdeklődők az Astrobot befejezését. Holnap meg Neverwinter Nights fog kimenni reggel 10 órakor majd. Ja. Jó éjszakát, sziasztok!